Hello, sziasztok, Sirius vagyok, és ez pedig nem más, mint a Surviving Mars, ami most már, mint láthatjátok, egy jó menüvel nyílik meg. Szóval a tegnapi nap folyamán megpróbáltuk megcsinálni ezt a dolgot, közben egyébként, ahogy nézem, azért az audión van még mit állítani, bár szerintem áthúzta a tegnapi beállításainkat. Szóval ez már a jó menü, a jó kinézettel. A tegnapi nap folyamán megpróbáltuk elindítani, viszont rájöttünk, hogy nem a megfelelő verzión fut gyakorlatilag a játék, ami alapvetően nyilvánvalóan jó, mert egy teljes streamet tehettünk volna teljesen használhatatlanná azzal, hogy megpróbálom nektek bemutatni a Space Race kiegészítőt, anélkül, hogy a Space Race játszanánk. Ami valljuk be, hogy azért egy kicsit talán aggályos? Szóval, ja, Surviving Mars, Space Race, mi volt a probléma? Nyilvánvalóan sokatok kíváncsi arra, hogy mi volt a probléma. Kommunikációs error volt egyébként a probléma a dologban. Ugye nyilvánvalóan ez úgy működik, hogy mint ezt láthatjátok, minden körülménynek köszönhetően ez egy szponzorált stream, van egy Nightbot command, amit egyébként érdemes elolvasni, meg érdemes követni a linket és megnézni a dolgokat. Van egy Nightbot parancs, van lent a leírásban egy ilyen kis szponzorált panel, szóval értitek, ez egy szponzorált stream. Ami nyilvánvalóan úgy működik, hogy van egy cég, aki leszerződik a megrendelővel, gondolom ez esetben a Paradox Interaktívval, és ő keres meg engem, hogy hello, lenne itt egy együttműködés, szeretnél-e Surviving Marsozni? Nyilvánvalóan erre a válasz viszonylag egyszerű, hiszen alapvetően is szeretem ezt a játékot, tehát hogy mondjuk azt, hogy ettől ugrál az egész menü kinézete, azt szerintem a világ legviccesebb dolgainak egyike. Miért ne szeretnék? Feltétlenül ez a legviccesebb, hogy ez arrébb tolja a dolgokat. Miért nem vennék részt egy ilyen együttműködésben? És innentől kezdve minden információt ugye nyilván van ezektől a srácoktól kapok. A dolog most úgy nézett ki, hogy mi eddig világéletünkben két helyen kommunikáltunk egymással, bármilyen szinten, bármilyen kommunikációs szinten. Az egyik az Discordon, de úgy, hogy ilyen egy adott emberrel, tehát nem egy szerveren fent, hanem egy adott emberrel. Csatlakoztam egyébként a Discord szerverükhöz, ennek a cégnek, akik ugye ezt az intézést végzik gyakorlatilag. Csatlakoztam a Discord szerverükhöz, mert amikor legelőször megkerestek, akkor annak adtak linket, hogy menjek oda, és akkor ott majd felveszük a kapcsolatot egymással. Viszont az van, hogy én azóta nem láttam ezt a Discord szervert, ugyanis amint felléptem, azonnal rám írt az a kapcsolattartó, aki egyébként azóta is a kapcsolattartóm minden ilyen együttműködésben. Ugye ez már a harmadik ilyen együttműködésünk, amit együtt csinálunk. És személyesen vele beszéltem minden ilyenben, illetve bizonyos információkat a honlapjuk erre szolgáló felületéről szereztem be. Mi legyen a címben, mi legyen a commandban, mit szeretnének látni a kártyát, hova mutasson a link. Szóval értitek, ilyen technikai dolgok, azok pedig a honlapjukra érkeztek. És kellett egy külön kód ahhoz, hogy a bétához, tehát be kellett aktiválni a DLC-t, és utána kellett egy külön kód, amivel ugye aktiválni tudjuk azt, hogy a béták elérhetőek legyenek, és a bétákat játsza a játék. Ezt néztük is egyébként tegnap, csak ugye akkor nem volt a lenyíló menüben semmi, és ők kiadták egyébként ezt a kódot, azonban a Discord szerverük megfelelő szobájában egy üzenetként, ami alapvetően véleményem szerint egy picit bátor, abban az esetben, ha semmi garancia nincs arra, hogy én valaha jártam ott, mert hogy egyébként nem jártam ott soha, tehát hogy eddig soha nem kellett ott kommunikálnunk, most egy információt ott raktak ki. Egyébként ez egy tök jó tanulság valószínűleg következőre, hát ja, valószínűleg következőre az lesz, hogy ténylegesen megnézem ezt is, mielőtt megyek. Tegnap írtam egyébként nekik még stream után, és még stream után válaszoltak azonnal. Tehát gyakorlatilag lelőttem a streamet, és 20 perccel később már tudtam, hogy mit rontottam el, vagy mit rontottunk el. Szóval ja, ez ilyen flat kommunikációs hiba. Ez így szépen közénk beékelődött. Szóval A Surviving Marshoz 15-én megjelenik egy új kiegészítő, ezzel fogunk egyébként a mai nap folyamán játszani, ugyanis már elérhető ilyen beta verzióban, nyilvánvalóan ilyen tartalomgyártóknak, meg ilyen promóciós céllal, meg ilyenek. Ez a kiegészítő nem más, mint a Space Race, ami elméletileg további egyéb kolóniákat helyez el gyakorlatilag a mapen, akikkel interakcióban tudjuk játszani a játékot. Ez az interakció, ez lehet hostile, azaz furkálhatjuk a dolgokat, elméletileg ilyen titkos küldetéseket küldhetünk a másik kolónia napjainak megnehezítésére, gondolom ez ilyen szabotás dolog lehet, nem tudom, ezt majd nyilván kipróbáljuk, de kereskedhetünk velük, illetve diplomáciai kapcsolatban is állhatunk velük, ez gondolom egy diplomáciai kapcsolat lehet pozitív meg negatív is, nem tudom, nem vagyok diplomata, szóval... Szóval alapvetően ilyen félig meddig versenytárs, de nem ilyen nyílt háborúban versenytársak kerülnek a pályára. Hogy ez multiplayer-t jelente, én szerintem nem. Tehát, hogy én úgy értettem, hogy ezek gép által irányított más kolóniák. Ezen kívül pedig vannak nyilvánvalóan események, amikre ezek a kolóniák ugyanúgy reagálnak, mint mi, ami azt jelenti, hogy meg kell próbálni gyorsabban. És meg kell próbálni gyorsabban reagálni, mint ők, vagy legalábbis nekem ez tűnik logikusnak. Ezen kívül bekerültek még dolgok minden szponzorhoz, egyes speciális épület, minden szponzorhoz egyes speciális jármű, szóval egy kicsit jobban el vannak különítve a szponzorok, illetve bekerült két új szponzor, Brazília és Japán. Ebből Brazília nekem egy nagyon izgalmas választásnak tűnik, mert nyilvánvalóan én is űrprogramot szponzorálnék, amikor a név fele éhezik, de egyébként lehet, hogy rossz képen van Brazíliáról, mert Európában ülök, és honnan a rákból lenne pontos képen Brazíliáról, amikor minden egyes filmben a... Erre már egyszer rágoogliztam egyébként. Közben egyébként, ha néha elakadnék a gondolatmenetben, akkor... Az a helyzet, hogy holnapra bejelentkeztem Borbéhoz, és nem vagyok benne biztos, hogy tud magyarul a Borbélyom. Így csak az alap, és ezen gondolkozom egyébként közben, hogy vajon el tudnám-e mondani egy magyarul nem tudó Borbélynak, csak angolul tudó Borbélynak, hogy milyen szakállat szeretnék. De ez egy ilyen kérdés, hogy vajon tud-e majd magyarul. Mindegy, ez kiderül, csak nyilvánvalóan foglalkoztatja az embert. Ugye a jövő hétre szeretném egy kicsit kiszépíteni ezt az egészet, mert nyilván lesz play-t, meg play-t ház, legyen valami értelmes szakállam, értelmes hajam, tudjátok, igazából semmi nem változik, csak kicsit letisztázza a vonalakat, ilyesmi, és arra kattintottam rá, akinek a legüresebb volt a napi programja, és a neve nem magyar, de a nevét nem néztem, csak azután, hogy már a foglalást letettem. És nem írja sehol az oldal ilyen hatalmas betűkkel, hogy vigyázz, mert ő nem tud magyarul, és alapvetően én is tudok angolul, szóval nem vagyok benne biztos, hogy ezzel bármi probléma lesz, csak rájöttem, hogy lehet egy kicsit így... fényképet vigyél, mert így csötletet a reddedből. Feltehetőleg nincs nála senki, nem véletlenül nincs nála senki. Igen, bennem is felvetődött ez a gondolat, de csak később, mert hogy lehetséges az is, hogy csak új. És mivel új, ezért még nincsen kiépült köre. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ez is lehetséges. Mintha más lenne ez a menü, srácok! Mintha más lenne ez a menü! Mennyire jó, amikor működik valami! Szóval, itt van, yes! Itt van Brazília, itt van Japán. Japán elméletileg hard, Brazília meg normál. I don't even. Starting applicants 50. 100. Hogy van Brazíliában több? Rare Metals Price 35 millió, 20 millió, és 6000 millióval kezdünk, itt meg 9000-rel, itt meg 30 000-rel. Brazíliának több pénze lenne a dologra, mint az Amerikai Egyesült Államoknak. Vagy valamit félreértek teljesen? Jó, Amerika minek? Ó, Amerika easy! Easy peasy lemon squeezy, oh! Az International Mars Mission meg very easy, mert a világ összes pénzével rendelkezel. Úgyhogy csak 120%-os a difficulty challenge. Good job. Bruce & Corporation. Easy. China. Easy. India. Normál. Europe. Normál. Space Y. Normál. Brazília. Normál. Larger supply pod. Special supply pod that can carry more cargo. Rare metals refinery turns waste rock into rare metals. Oké. Colonies grant funding when they arrive on Mars. Mi hoznak KP-t? Vagy így mire gondolunk ezzel? Jó, nekem jó, ha hoznak KP-t. Lehet, hogy Brazília nem is csórolja, mint Wakanda Marveléknél. Lehet. Lehet, terelgetik a nyájakat, aztán űrprogram. Passages cost no resources and are constructed instantly. Colonies suffer no penalties when using passages to work or visit connected domes. 5 free large supply pods. Jó, Japánnak. Japán mit ad? A Japán hard. Nem fogunk japánok lenni. Wasp drone. Faster flying drone. Automatic metal extractor. Metal extractor that doesn't require workforce. Megmagyaráztad az automatikot. Rovers. Cost and weight lowered by 50%. Exploring sector grants research points. All specialists perform better. Legyünk brazilok, srácok! Legyünk brazilok! Focizgatunk majd, mit tudom én. Értitek? Tehát ezek az arcok, ezek gyakorlatilag különböző szemetekből építenek egy egész települést, ami akkora, mint egy város. És mégis működik. Alapvetően nem vagyok benne biztos, hogy ez nem működne. Commander profile. Oligarha. Az nagyon jól működik. Fuel production increase by 25%, bonus tech, archaeology. Politician. Nézzük meg a politician. All funding gains are increased by 20%. Ez nem rossz. Future. Breakthrough tech research. Ecologist. Random. Politikusok leszünk, srácok. Politikusok leszünk. Mi más lenne? Vasárnapi stream. Igen, ez most egy ilyen különleges szituáció. A jövő hét ez nagyon tight. A schedule tekintetében, tehát hogy nagyon-nagyon nem fog tudni streamelni ott, amikor streamelni szeretnék egyébként normális körülmények között, és a tegnapi nap folyamán nem sikerült ez a stream, úgyhogy a mai nap folyamán megcsináljuk, mert különben összeomlik a jövő hetem, és ha összeomlik a jövő hetem, akkor egy picit én is összeomlok. Diktátor nincs, az a politikus. Mármint nincs. Sikerült megadni egyszerűen? Hát, igen. Next. Ó, nézzétek, van kis zászló. Ó, a zászlót tudom hackelni. Ezt tudtam régen hackelni, nem? Game rules. No events. Ne. Oké. Három egyéb kolónia lesz körülöttünk. Nagyon jó, a 3 kolóniával kiegyezek. Cargo capacity 0 kg. Nyilvánvalóan gondolom olyanokat rakott be, amik így alapvetően hasznosak. I guess. Mindegy, megyünk, aztán majd lesz, ami lesz. Maximum csődbe megyünk. Nagyon-nagyon szeretném az ezzel a játékkal kapcsolatos streameket, azokat lehetőleg valamilyen remotely egy füzérre húzni. Tehát, hogy nem kell nekem az, hogy így, de hogy nagyon jó lenne, ha ugyanazokat a küldetéseket csinálnánk gyakorlatilag. Vagy hát nem küldetéseket, ugyanazt a települést, ugyanazt a kolóniát. Holy guacamole, ez a magyar nyelv. Keresek-e pénzt a Patreonon kívül? Igen. Keresek Twitch-el, keresek YouTube-bal, keresek az ilyen együttműködésekkel. Szóval, ja, keresek pénzt a Patreonon kívül. De a Patreon a tehát a Patreon a főláb, és a Patreon a legstabilabb láb. Tehát az a legfontosabb mind közül. Itt mintha hideg lenne. Én nem is akarok ide menni. Mi van például itt? Hát metál az nincs. Mi van például itt? Hát metál az nincs. Jó, van egyébként. Ez amúgy egyáltalán nem is rossz annyira. De mondjuk ez például jobbnak tűnik. De aztán lehet, hogy a challenge... Én nem feltétlenül értem, hogy mi alapján számolja a srácok a nehézséget. Lehet, hogy azért, mert itt hideg van? Itt meg nincs annyira hideg. Mert ezek alapján, az értékek alapján ezek nem feltétlenül összeegyeztethetőek. Tehát itt 335% a nehézségi, difficult, valami dolog, whatever. ez meg 270, de úgy, hogy elméletileg ezek közül kisebbek. Tehát, hogy vagy ez nem jelez valamit jól, vagy ez nem jelez valamit jól. Mi az a Dust Devil? Az a forgószél. Ilyen, ilyen örvény. Tudjátok, ilyen a port így felkapja a szél. Megforgatja és az arcodba vágja. Jó, a 270 sajnos sokkal jobban hangzik, mint a 335. Tehát a 270 sokkal jobban tetszik, mint a 335. Úgyhogy menjünk 270-nel. Lesz, ami lesz alapon. Képzeljétek el egy olyan végigjátszástól, hogy mindenre randomot kattintatok, és megpróbáljátok túlélni. Tornádó? Hát úgy pörög, mint a tornádó, csak homokból van. Welcome to Mars, Commander. Mission Control Log 1. Welcome to Mars. Everyone at Mission Control is impatient to see the rocket touching down and unloading its precious cargo. Our remotely controlled eyes and hands on the red planet. The drones and rovers, our goal is to secure a foothold for humanity by building the first Martian dome. This daunting... Igen, ma el kéne jutnunk a dómig. Ami azért jó, mert nem úgy volt, 9000 millióval indulunk? Nem úgy volt. Akkor végül is mindegy. Homokvihar, nem a homokvihar más. Ez konkrét, a homokvihar az ilyen nagy, sok homokot hoz, és így egyszerre az arcodba dobja az egész városnak. Ez meg pici, és ha nagyon szerencsések lennénk, végig tudnál vicckelni a város utcáin. De nyilván nem vagyunk nagyon szerencsések. Na! Szóval és tettel. Van itt egy felfedezett rész. De nem tudom nem észrevenni, hogy nincs benne víz. Úgyhogy veretünk itt mellette még párat. Nem tudom nem észrevenni, hogy itt sincs víz. Nem tudom nem észrevenni, hogy itt viszont van. Viszont ami nincs, az beton. Viszont van ott beton. Nem sok beton, de beton. Nem, de lesz. Na melyik hegyoldalt szkenneljük le a retekbe? Nagyszerű. Ez pontosan annyira volt hasznos ez a szkennelés, mint amennyire gondoltátok, hogy lesz. Tehát forgószél vitt homok, ilyesmi, igen. Mindenre random kattingatsz és megpróbálod túlélni, csak nem a Jurassic World Evolution-ről beszélünk. Jó Istenem! Nem kéne más játékokat gúnyolni, de lehet. Jaj, én ezen nagyon jót mulattam. Sokkal jobbat talán, mint kellett volna. Sokkal... Hogyan lehet ezt forgatni? Valahogy tudom, hogy lehet forgatni. Lehet, hogy erre kellett volna megnézni a tutoriát egyébként. Mindegy. Alapvetően nem is érdekel annyira. Csak szállj le, azt jó van. Ide tedd le magad a hegy szélére. Azt most gyűsz? Oké. It's alright. Ja, nem gyűn, mert nem megy az idő. Hát hogy jönne? Hát nem megy az idő. Pressure to rotate? Sose gondoltam. Sose gondoltam volna, de egyébként nem tűnik logikátlannak. Na, szóval és tettel. Itt van a kedves rakétánk. Leszállt ide a bolygó felszínére. VASD tutoriál valamiért mégiscsak van. Vagy lehet, hogy ez nem a tutoriál. Oh, yes! Még több dolgot találtunk. Itt van például beton, vagy cement, vagy valami ilyesminek hívják. Minek hívnak téged? Konkrét. Oké, kösz. Oké, szóval ez a dolog gyűjti ezeket a dolgokat. Ez viszonylag, erre emlékszem. Vannak itt ilyen dolgok. Trade pad. Landing pad. Nem. Nem igazán. Valahol lesz itt egy dolog, ami kaparja a földet. Concrete extractor. Ez kaparja a földet. R. Mint, te tudod, mit mi lenne, nem ezt csinálnád, hanem ezt innen elkaparnád, de nagyon gyorsan. És srácok, mi lenne, ha ti tudtok ennek segíteni? Ó, tudtok neki segíteni, nagyon jó. Akkor ezeket innen kaparjátok már el ilyen világbajnok sebességgel, kérlek. Higgyétek el, hogy tök jó lenne. Azt ott mindet, nagyszerű. Úgy, azokat onnan kaparjátok el, aztán majd mindjárt építünk valami universal dipot. Építünk egy ilyen universal dipotot. Ez ilyen hasznos dolog. Oda, ha lepakoljátok, akkor az ilyen, az egy ilyen világi öröm lenne. A pilótását automata gyűjtés. Ezt itt automata gyűjtésre tudom állítani? René Mercé Transport. B. Ez nem az a gomb volt, amit akartam. Shift, B, Béla. Őt mostantól Bélának hívjuk. Csak mondom. Ha esetleg, tehát hogy ha esetleg. Na szóval, move interact, load resources, unload resources, create transport route, salvage. Az nagyszerű lenne azonnal leépíteni egyébként. Jó, ez lehet, hogy ez ilyen a világ összes idejébe fog kerülni, mire ezt itt lebontják. Az a helyzet, hogy kicsit félek, hogy ez így lesz. Szóval van itt egy ilyen nagy felületünk. Ezt lehet, hogy nem feltétlenül fogjuk tudni addig lerakni, még azt onnan el nem szedik, ugye? Oké, ez no cable connection. Aha, ez érthető. Abszolút értem, szeretnék cable connection-t. Szóval large sonar panel, az 3 ilyen dologba kerül nekünk, abból 11-ünk van. A wind az azért lenne jó, mert az működne éjszaka is. Ó, ez meg csak konkrétba kerül, ami hála az égnek nincs egy darab se. Jó, hát akkor végül is mindegy. Miért nem Maca néni a neve? Miért pont Maca néni lenne? Tegye fel a kezét a chaten, aki Béla. Mármint nem a chaten Béla, hanem a valóságban Béla. Ez 5-öt termel, ez 2-t. Jó, mennyi kell ennek? 5. Akkor ez azt hiszem eldöntetett. Ez mennyit termel? 5-öt, de ez termel éjszaka is. Nem tetted fel a kezét, csak azt mondtad, hogy Béla vagy. Az meg nyilván van tökre nem szabályos. Kolónia neve lehetne Bélákok. Én adom. Hol lehetne a kolóniát átnevezni? Ez egy komoly kérdés egyébként, srácok. De így közben meg egy annyira nem komoly kérdés. Jó, egy eltűnt. Ennek rendkívül örülök. Ti egyébként a rákomat csináltok, ezt meg kipakoljátok akkor, amikor majd nem tudom. Srácok, ezt itt szedjétek el. A kipakolás, azt tudjátok mikor pakolunk ki? Majd akkor, amikor unatkozunk, addig dobozokon alszunk. Így költözünk egyébként, ez a logika. Akkor pakoltok ki a számítógépet, kipakolhatjátok, legyen bekötve az internet, és onnantól kezdve pedig tökre nem érdekelnek a kifogások. Ezeket gyűjtsétek össze. Ezeknek kell ilyen energia? Ó, kell. Akkor lehet, hogy el kéne kezdeni megépíteni ezt a napelem dolgot. De közben lehet, hogy inkább nem napelem dolgot kéne. Mindegy, eleinte több, mint a semmi a napelem. Tehát lerakjuk a napelemet. Valaki építse meg a napelemet. Tudom, hogy most így pont úgy csináltok, mint akik nagyon fontos. Ez, ennek ilyen király volt az animációja eddig is. Tutú! Wow, ezt le lehetett idáig jönni egyébként? Jó, mondjuk mozog nem nagyon lehet gyorsan. Már berhel is! Nézzétek a kis kezecskéit, ahogy rajzol a levegőbe! Ez olyan, mint volt ez a varázslatos ceruza, nem, varázslatos iskolabusz volt. Volt valami varázslatos ceruzás rajzfilm, amiben, ha rajzoltál valamit a ceruzával, akkor az így valósággá vált. Na, megint pakolnak egyébként kifelesen, nem fogjuk megállítani. Nincs bekötve sehova. Oh, really? Nagyon remélem, hogy innen már így tudnak így valamit csinálni. Jó, mit tudunk még? Live support, production. Aha. Roppant érdekes. Drone hub. Az nekem ilyen logikusnak tűnik, bár olyan helyre kéne tenni a drone hubot, ahol... ahol a hajó. De nem mondjuk nem, mert ha nincs itt a hajó, hát akkor mi van, ha nincs itt a hajó? Oké, akkor olyan helyre kéne tenni, hogy elérje a vizet is, meg elérje ezt is. Rakhattam volna ehhez közelebb a napelemet. Ha engem kérdeztek, rakhattam volna ehhez közelebb a napelemet. Melyik irányba akarunk vajon terjeszkedni majd? Így. Ide rakjuk, és építünk emellé is egy napelemet. Csak hogy lássák, hogy kivel van dolguk. És hogyha ezt így ide rakjuk, akkor azt hisszük, hogy olyan, mintha csatlakozna, de nem csatlakozik. Béland! Úristen! Ez még jobb, mint a bélákok! A Béland az jobb. Jobban tetszik a Béland. Béland lesz a neve. Bizony, én is láttam, hogy ott kábelpara van. Oké, még mindig kábelpara van, de ezt most mindjárt megoldjuk. Méghozzá egy kábellel. Szerintetek ez így összeköti? Oké, nem vagyok benne 100%-ig biztos. Blocking objects. I'm not a smart man anymore. Oké, építsétek meg azt a kábelt, azt nézzük meg, mi történik. Nagyon jó, mindenki örül. Az én örömöm, nem, a ti örömötök az enyém is. Meg az én örömöm a tietek is leginkább. A, te meg pacakoljad már azt a sok cuccot, tehát milyen rákot kapaszkodsz beléjük. Azt hiszed, attól majd jobb lesz? Úgy, oda. Ne kezdjetek el kipakolni. Hagyj pakoljon ki a nagy jocó. Oda gyorsan, amíg nem figyelnek. Gyorsan dobáld ki. Menj, Béla, nem jocó. Béla, nem jocó. Béla. Brazil történelemben volt egy híres rablóbanda, a vezetőjük Virgolino Lampiao, a srác mostantól, és egy aféle Robin Hood féle szervezet voltak, Robin Hood nem egy szervezet, gazdagoktól loptak, adtak a szegényeknek, ezt persze sok vérrel, végül lefejezték mindent. Robin Hood mintha egy kicsit, értitek, így happy end kompatibilisebb lenne. Rotéterino. Sárga az épület! Nagyon élem. Oké, szerintetek hogy kéne rárakni, hogy a sötétebb részét fedje le, vagy a világosabb részét fedje le? Tehát, hogy mondjuk erre a placra, erre tudnék-e rakni kettőt? Tehát, hogy mondjuk rakunk egyet így, és rakunk egyet mellé, tehát, hogy mondjuk rakunk egyet így. Szerintem ezt lefedi egy. Vagy csináljuk... Na, forogjál már a másik irányba is. Tehát, hogy mondjuk így. És nem, szerintem ez sehogy se jó. Jó, mindegy. Majd arrébb építjük, teljesen mindegy. Jó, és ezt a kettőt, ezt így össze kéne kötni egy ilyen kábellel. Úgy. Ó, áll az idő. Mindig lestesszerek egyébként ezen az áll az idő dolgon, miközben... És így azt hiszi az ember, hogy lemerültek a drónjaink, de egyébként nem lemerültek a drónjaink, csak... Jó, megijedtem, oké? To start working on a technology, open the tech rip. Oké, mindjárt techelünk. Command Center Research. Na nézzük! Mi lenne szimpatikus? Fuel Compression. Cargo Space Increased. Ó, ez elég menő. És ez mit csinál? Drone hubs are constructed with additional 2 drones and the maximum number of drones is increased. I wanna have drones. I wanna have a lot of drones. Live from Mars. A social. More applicants will start to appear on Earth. Ezt majd később. Először csinálunk egy ilyet. Platós Bélának állíts be A és B pontot, hogy honnan hova hordjon. Szóval rákattintasz, jó, hát de nem akarunk sehonnan rendszeresen hordani. Mert oké, tehát akkor. Load resource. Load resource. Load resource. Nem, ez nem egészen úgy sikerült, ahogy gondoltam, hogy kéne, de mindegy. Na, szóval ennek az épületnek nincs árama. Guess what? Ennek sincs. Ez leginkább abból ered, hogy éjszaka van, ezek pedig napelemek. Egyébként az a helyzet, srácok, hogy egy az egybe sikerült bizonyítanom, hogy a magyar politikusok mégsem teljesen kretének. Teljesen igaza van. Nem megmondta, nem tudom kicsoda, hogy Magyarországon azért nem jó a napelem, mert nekünk éjszaka is kell áram. Dehogy nem mondta meg. És mennyire igaza van. Nézzétek, itt állnak a drónok és világítanak. Hát miből világítanak ezek? Hm? Miből világít? Hogy világítana egész éjszaka? Hopp, feljött a nap. Lesz szélerőmű is azonnal, amint a betonvacak bekaparja az elég mennyiségű betont a betonvacakba. De lehet tárolni az áramot. Be lehet pakolni az áramot egyébként. Be lehet pakolni, de zavarjál össze itt a lipsi hülyeségeiddel, please. Oké, hol szeretnénk áramot? Ilyet szeretnék, ez annyira menő lenne. Wow. Ezt szerintetek kell így beállítani, hogy már rájön? Nem, ezt forgatni se lehet. That's nice. És hogy működik vajon? Van ilyen széltérkép, meg ilyesmi? Van, nincs. Áramtároló drága, meg folyton javítani kell, meg az is drága. Értettem, uram. Nézzétek, hogy pimpelik már a cuccot. Ő mégse pimpeli. Az a robot elromlott, de jött azonnal egy másik, és így már pimpeli is a kis kacsóival. Wow, ez elég jól néz ki. Látjátok? Éjjel-nappal betont termelünk. Sajnos nem termelünk éjjel-nappal robot áramot, de mindjárt építünk egy olyat is. Képzeljétek el ezt, hogy felpörög, amikor ez a rakéta elindul. Így... És így a világ összes áramát is. Rácsaptam a telefonom kijelzőjére a gyűrűmmel. Holy guacamole, ez nem tesz jót. Jó, mondjuk nem történt semmi, úgyhogy elteszem ide oldalra. Nekem ez a játék eddig hogy maradt ki, ugye? No, hát termelünk éjjel-nappal áramot, nappal többet, éjjel kevesebbet, de termelünk mindig. Na, kellettek dolgok ahhoz, ami, hogy így jó legyen nekünk. Tehát, hogy a live supporthoz például kellett water extractor, meg moisture evaporator, meg kell ilyen moxi, ami oxigént csinál. És nem csinál oxigént. Jó, hát ezek... Jó, ezek fontosnak tűnnek. De, miért ebben még belevágunk, egy ilyen drone hub nagyon jó lenne, de nincs nálunk több. Hú, majdnem elkészítettek egy milestone-t. Milyen milestone? Hát le ne hagyjatok nekem jocókáim. Te nem? Te ezzel nem tudsz semmit csinálni? Jó, mindegy. Hanem hát nem, ki vagyok én, hogy itt elkezdek. Oké. Recharge Station. Az így viszonylag fontosnak tűnik, hogy így recharge-olni tudjanak így a drónoknak így a battery-ei. Ezeket lehet, hogy át kéne forgatni. Mert ezeket felejtsük el mégis, hogy ne az antenna rész álljon már kifelé. Megint értitek. Csak a mihez tartás véget. Jó, még két Recharge Station, és akkor már elméletek a 4 drón tud egyszerre tölteni. Nyilvánvalóan ez azért kellemetlen, mert ezek a drónok, ezek bizony egyszerre fognak lemerülni. Ebben több mint teljesen biztos vagyok. Úgyhogy most ebben manuálisan belenyúlunk, és elküldünk egy pár drónt így töltődni. Hogy, ugye, akkor nem küldünk el töltődni. Jó, ezeket elküldjük így manuálisan töltődni, hogy ezzel megzavarjuk a rendszert, és ne egyszerre merüljön le az összes. Jó, azt hiszem ezt a drónos dolgot, ezt egyenlőre letudtuk. Most elkezdhetünk olyasmikkel foglalkozni. Én mindent értek alapvetően, de mi lenne itt középen? Nem Béla lenne. Hanem így nem Béla. Oké, szóval szeretnénk szerezni vizet. Ez így kiszedi a vizet, ugye? Ez azt hiszem így kiszedi a vizet. De hogy kell hozzá majd cable connection. De hát kinek ne kéne cable connection, nem. Oké, azon a kéken belül kell lennie. Jó. Akkor ide tegyünk többet, úgyhogy erre így ráilleszkedjenek jól. Tudunk ebből többet építeni? Ó, hogy ne tudnánk. Hú, és ez még esztétikus is lesz. Praktikusnak nem praktikus, mert a rakéta által felvert por megállás nélkül szét fogja verni ezt a cuccot. Jó, ez lehet, hogy egy kicsit overkill, srácok. De majd halakat telepítünk be, nem embereket. Minden a legnagyobb rendben lesz. Húzzuk kifele a vizet, aztán csákány. Jó, ti mennyi áramot is vesztek fel? Mert ezt lehet, hogy elfejtettem megnézni. Öt áramot vesznek fel. Mert azt jelenti, hogy csinálunk nekik 5 áramot. Te mennyi áramot is csinálsz? Lehetőleg éjjel, meg a nappal. 10. Nagyon jó. És szerintetek mi van, ha egymás elé teszünk közvetlenül 2-t? Nem lehet. Gondoltátok volna? Én például nem. Akkor mi van, ha azt csináljuk, hogy ide teszünk 2-t, és ide teszünk még egyet. Hát ezek a legszebben kinéző dolgok a világon. Igazából óriás kerekeket jöttünk építeni, srácok. Ez az egész marsi expedíció arra jó, hogy rájöjjünk, hogy óriás kereket otthon is lehetett volna építeni. Blocking objects. What objects? Valaki tudja, hogy a felső sávon mi mit jelent? Én! Ennyi pénzünk van. Ennyi research pontunk van, I guess. Így áll a research, amit csinálunk. Ennyi áramot termelünk, ennyi oxigént termelünk, ennyi vizet termelünk, ennyi vasunk van, ennyi betonunk van, ennyi almánk van, ennyi pénzünk van. Ez nem annyira megnyugtató. Ennyi polimerünk van, ennyi mechanikálpartunk van, ennyi üzemanyagunk van, ennyi elektronikánk van, ennyi drónunk van, ennyi emberünk van, ennyire boldogok az emberek. És ennyien dolgoznak. Nagyjából ennyi. Marson sokkal óriásibb kerekeket építhetsz, mert kisebb... 12 perccel ezelőtt érkezett egy donation, és nem hallottam. Na mindegy. Nagyon szépen köszönöm Marknak a donation, nagyon király vagy. Ez a stream a legjobbkor jött, tökéletes egy... Jack Panzer 38 tonna építése mellé. A kolónia neve legyen diktatúra. A többit ne olvasd be. Az azért jó, mert innentől nem is látom az üzenet többi részét. Tehát, hogy mert ez itt a vége az üzenetnek, hogy a többit ne olvasd be. Itt ér véget konkrétan az üzenet. Na, srácok, pumpáljuk a vizet kifele. Úgyhogy mi lenne, ha tartályba tennénk? Mert ez így most jelenleg csak égeti az energit. Úgyhogy teszünk ide egy tartályt. De mondjuk legyen 2, alkuképes. Mennyire lehet ezt közel rakni egymáshoz? És mit szólnátok, ha az a 2 az mondjuk inkább 3 lenne? És milyen feelingesek ezek a tartályok? Ez nem kell már semmi más, csak csövek. Kell például cső innen ide. Amire azt mondhatjuk, hogy ez egy kis csőke. Oké, kell egy cső innen ide. Kell egy cső innen ide. És here we go. Ez egy kicsit overkillnek tűnik, de legalább össze van kötve a minden a mindennel. Ez itt nem kap áramot. Miért nem kapsz áramot? Mert nem termelünk eleget. Srácok, miért nem készül a Zeppelin hajtó valami pörgettyű? Megtudtuk, hogy miért nem ment. Be kellett aktiválni egy kódot, amit egy olyan felületen küldtek el, amiről nem tudtam, hogy használjuk bármire. De hogy viszonylag gyorsan kiderült. Valami félreértés van, arcok. Ha adok egy feladatot, akkor azt szoktam szeretni, ha megtörténik. Mármint nyilvánvalóan magasak az elvárásaim, nyilvánvalóan. Clearly magasak az elvárásaim. De valaki meg tudná mondani, hogy ez itt, ez miért nem készült még el? Ó, és ki is támasztja őket, egy kis rúd. Mindenki nagyon bambúcsa, én ezt nagyon-nagyon értem. De mi lenne, ha megépítenétek? Hatalmas a parti, cipelitek a dolgokat jobbra-balra. Ez mind-mind zseniális. De mi lenne, ha megépítenétek? Ó, én nincs hozzá mechanikál part. Az nem is lesz. Az nem lesz. Oké, akkor egy picit mint egy logikusabban alakítjuk át. Ezeket el is pakolhatod. Kicsit logikusabban átalakítjuk ezt az elektromos hálózatot. Például használjuk a resource-ainkat. És összekötjük egy közös hálózattá. Így. Így gyakorlatilag egységes erővel dolgozhat minden azon, hogy tudjon dolgozni minden. Oké. És amire még szükségünk lenne, az mindenféleképpen egy hely, ahova dobálhatjátok a szemetet. Nagyon szeretitek az ilyen helyeket, úgyhogy egy kicsit így arrébb rakjuk. Így ide majd Obi-Wan Kenobi lejön, és azt fogja mondani, hogy ne szemeteljél nekem ide, jó ember! De aztán semmi baj, mert úgyis el fogja hagyni a bolygót, szóval... Igazából tovább szemetelhetünk majd a hátsó kertjében. Termelünk már vizet! Termelünk már vizet, termelünk áramot. 18 egységnyi áramot termelünk nappal, vagy éjszaka, termelünk. Egy kicsit talán ez messzire került. De mindegy, pakoljátok oda a szemetet, aztán jó lesz. Oké, ez csinálja a dolgát. Ennyi van az adott resource-okból, annyi vizet termelünk, hogy állnak ezek a tartályok. Kicsit nehéz megmondani, de nekem úgy tűnik, hogy ez azt jelenti, hogy tele van. Nagyon jó, ez ennél jobb már így nem is lesz. Low storage, igen, hát az biztos. Jó, és te el tudsz-e indulni visszafele? Vagy neked üzemanyag kell? Launch issue, fuel. This rocket is not yet fueled. Hát ez várható volt. Oké, oldjuk meg ezt a fuel kérdést. Tehát szeretnék gyártani üzemanyag. Mit csinál üzemanyagot? Kicsit félve kérdezem ezt, mert nagyon úgy tűnik, hogy semmi. Ó, ez. Ez nem egy pici létesítmény. Nem, ez nem egy pici létesítmény. Aztán neked mi kell az életben maradáshoz? Te miből csinálsz üzemanyagot egyáltalán? Azt mondd meg nekem. Vízből! Ó, barátom, nagyon szeretnének itt a földön egyébként. Oké, akkor neked kell víz. Meg kell áram. Ami azt jelenti, hogy felpattintunk ide, és akkor hozzáférsz a vízhez jól. Így, ni. És akkor most már mellé pattintunk egy kis áramot, és így olyan boldog lesz, mint még soha senki talán. DLC mivel másabb, mint az alapjáték? Érkeztek konkurens kolóniák, tehát hogy van rajtunk kívül több másik ilyen terület is, akik ugyanazokért a célokért küzdenek, legjobb tudomásom szerint, és ezekhez elméletileg küldhetünk majd mindenféle küldetéseket, de nem vagyok benne biztos, hogy, ezt hol tehetjük meg. Planetary View. Látjátok? Ott van a Space Y, ott vannak a japánok, És ott van a Paradox, nyilvánvalóan, mert bele akartak mászni a streambe. És akkor őróluk így tudunk dolgokat, és tudunk velük kontaktba kerülni. Offer resources, initiate trade, exchange technology, request resources, insult. Én azt gondoltam, hogy azt mondom neki, hogy hello. Szóval ezeket így meg lehet csinálni, de úgy tűnik, hogy hello, és mi a cover tops? Steal drones. I wanna steal drones. Steal technologies. Nem, I don't wanna do that. Not yet available. Recruit colonist. Very dangerous. Ja, átcsalogatni. Átmegyünk, és így... Hello, srácok. We have cookies. Sabotage building to delay milestone and expedition progress. Very dangerous. Nothing for now. Szóval ezeket mind tudjuk csinálni. És érkezett két új szponzor, a japánok, meg a brazilok. Ez teljesen biztos. Ezekben a tartalmakban teljesen biztos vagyok. Jó, minden tiszta poros. És az a következő kérdésem, hogy ebbe a vizet kell bekötni, vagy az üzemanyagot? Oké, ezt tud tárolni üzemanyagot. Az üzemanyagnak van valami külön tankja? Vagy most vajon... Tehát, hogy most lecsippantjuk a vizet? Az addig okés. És üzemanyagot gyártunk belőle. Oh, ott szalad a drón az üzemanyaggal, nézzétek! Ott egy hordó üzemanyag. És már fenn is van. És ott megy a következő hordó. Building not working. Why are you not working? One of four buildings has... One of your building malfunction. Can be caused by lack of maintenance. Igen, nekem úgy tűnik. Ez baj. Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy ez baj. Ez azért baj, mert erre a dologra lenne szükségünk, ami nincs. Oké, hogy is volt ez? Elméletek tudunk hívni még egy rakétát. Jó, large supply pod. I would like. Oké. És akkor ez hozhatna ilyen dolgokat. Tehát, hogy hozhatna például drónokat. 120 millió. Jó, nekünk annyink van. Tehát hozhatna mondjuk 6 drónt. A drónok sose rosszak. És hozhatna... polimert. Ez áthozza ez a dúd, és akkor majd jobb lesz. Nem feltétlenül vagyok benne 100%-ig biztos, hogy jobb lesz, de statisztikailag van rá esélyünk, hogy jobb lesz. De ők inkább szemetet hordanak, which is nice. Jó, hogy áll a feltöltése az üzemanyaggal? Hol írja, hogy hogy áll az üzemanyag? Ó, 80 az 50-ből. Nagyon jó, hazaküldjük ezt a hajót. Elon Musk olyan büszke lesz ránk, mint még soha senki tán. Jó, neked mi bajod? Lemerültél, mi vagy te valami retardált? És hogy a rákba tudlak így feltölteni? Ó! Összeszedte magát. Jó, szerintem ez a töltő mennyiség, ez így elegendő lesz. Ennek a javításához mi kell? Metál. Az nagyon jó, az van. Ennek... Oh. Storage space is full. Meg le is robbant egyébként. Szóval alapvetően mindegy. Jó, ha tele van a storage space, az sose baj. Minek drón, ha szerezhetsz a többiektől? Nem voltam meggyőzve arról, hogy ez annyira biztonságos. Jó, keveritek-e a port? Ugyannak rendje és módja szerint. Az, hogy a felújítása az mindennek mechanical part kell, az egy nagyon rossz jel. Nézzük, mi kell ahhoz, hogy gyártsunk mechanical partot. You need a prefab parts for this building. Use a resupply rocket to bring more prefabs from Earth. Or research the technology 3D machining. Jó, ezt nagyon örülök. Ez mindre igaz, ugye? Igen, ez mindre igaz. De melyik csinálja? Te mit csinálsz? Jó, hát igazából az épületeink jelentős része nem működik, de semmi baj, mert megérkezett ez a nagyon fura jurta, és ezt most ide leszállítjuk. És ha minden jól megy, akkor majd arra, abba a jurtából majd kipakoljuk a cuccot, amire szükségünk van. Hát ez eldőlt. És ez itt fog maradni? Nem lehet ezt lebontani? Vagy valami? Szerinted mi történt? Srác, elengedted magad. Nem lehet ezzel csinálni valamit? Hogy ez így ne így legyen? Nem? Jó, hát ha nem, hát nem. Jó, hát én nem akarhatok mindent, tűnik. Hogy hát akarni akarhatok mindent, csak minek? Jó, resource specifikus dipó, az nagyon jó lenne. Egy konkrét dipót szeretnék. Úgy. Építsétek, vigyétek, vegyétek, vigyétek, pakoljátok, drónjaink serege szalad keresztül a mezőn. Nagyon jó, áram termelődik, víz termelődik, mondjuk igazából sokkal több vizet már nem nagyon tudunk termelni, úgyhogy pattintsatok még mellé egy pár ilyen dolgot, légy szíves. Please. Mi kell ehhez? Ó, nem kell mechanical part, nagyon jó. Gondolom a javításához, igen. Nem? Nagyszerű. Az a depót elég konkrét, igen. Viktor, lehet, hogy kérdezték, de kint leszel most a Play-ten? Kint leszek, sőt, kedden leszek egyébként Play-t házban. Szombaton leszek kint a Play-ten. Tehát így nagyon-nagyon konkrétan szombaton. Nézzétek, azt hittem jó megoldás. Guess what? Nem az. Szombaton leszek kint Play-ten. Research complete. Ez a csővezeték hálózat kezelés dolog, ez nem biztos, hogy az erősségeim között van. Úgy, már is töltődik bele a víz. Oké, mit szólnátok, ha csinálnánk így oxigént? Jó, ez most tényleg itt marad? És egyszer kapjátok már szét. Szét lehet kapni? Yes! Elhordják, hát nézzétek, hogy elhordják! Ez nem egy többször használatos rakéta, nem úgy, mint ez. Ez egy büszke többször használatos rakéta, nem nagyon sok üzemanyaggal. Ahogy nézem. Jó, Mechanical Partból nincsen nagyon-nagyon sok. A gyártásától olyan messze vagyunk, mint amennyire csak lehet. Jó, te mit csinálsz? Te vizet csinálsz az atmoszférából. Jó, majd egyszer lerakunk, ha kedvünk lesz. Van-e külön oxigéntank? Van külön oxigéntank. Ez elment vadászni. Ez meglőtte. Nem lehet egy sorba rakni őket? Mindegy. Ez hazavitte. Nem is visz olyan sok energiát. A karbantartása drága. Lehet, hogy egyébként ezeket eleinte nem kéne ekkora számban fenntartani. Ezen gondolkoztatok már? Én se. Nem tudom, hogy ezt hogy fogjuk utána összekötni, de majd összekötjük valahogy. Sőt, tudjátok mit? Ezt inkább mégse, meg mondjuk még ez se. Jó, mondjuk azért, de azt igen. Így. Kapnak mindjárt áramot, hogy lehessen azt mondani, hogy hű, még áram is van nekik. De menő! Úgy, így mostantól ők lesznek a cool srácok. És aztán már csak ilyen csöveket kell húzni jobbra-balra. What resources? Ó, már megint elfogyottam a honeycomb part. Szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy neked mit jelent a resources low, meg nekem mit jelent. Ez mi? Polymer factory. Rare Metal Refinery. Small elect... Az mondjuk az elég menő lenne egyébként. Az jó lenne, de ebben embereknek kéne dolgozniuk, nem? Á, igen, ez embereknek kell dolgozniuk benne. Teljesen nonsense. Jó, mindjárt megtalálom a csöveket. Egy pillanat. Csövek. Ez elment vadászni, ez meglőtte. Ezt nem vitte haza, pedig egyébként hazavihette volna. Ezek hazavitték, ezt úgy bekötöttük, mint még soha semmit talán. Hű, ez a csőrendszer szintén egyébként egy közepesen kérdéses dolognak tűnik, de hála az égnek, nem sajnos, hála az égnek, a brazil zászló ezen is rajta van, a csöveink szépek zöldek, egészen addig, ameddig nem lesznek szépek zöldek. Egyszerre nincs szükséged sok vízre, de ki fog merülni a vízlelőhely. Ez baj. Megijesztettél, dude. De elfelejtettem, hogy lebontani nem tudunk. Ez tény és való, hogy elfelejtettem. Jó, ezek tele vannak, az tele van, mindenki tele van. Ez csinálgatja a kis üzemanyagait. Na jó, aztán jönnek a drónok, azt elviszik. Oké, ez így oké. Ez itt elég szép egyébként. Termeljük itten az oxigént. Hogy állunk oxigénnál? 6-ot termelünk az oxigénből, vízben meg 0-át. Igen, mert amit ez termel, azt felveszi ez. Ami nem baj feltétlenül. Ezzel lesznek kellemetlenségeink, azt kell, hogy mondjam, hogy ezt innen el kell vinnem. Te mi vagy? Aha. Roppant izgalmas. Ja, hogy most épp dolgozunk valamin, jó. Jóval nagyobb szélerősség kellene. Igen, ezek nem termelnek eleget? A magassággal lehetne ezt busztolni. Szerintetek ide fel tudok építeni dolgokat? És akkor ott lehetne egy nagy szélerőművünk. Na, én amondó vagyok, hogy építhetünk egy ilyen kis kupolákot. Először is, te tipli a retekbe. See you later, amigo. Egy öröm volt. Jöhet a következő, hozzunk be dolgokat rakétával. Rockets unavailable. Azt miért? Mindegy. Hozzunk be kaját, mert ezt egyelőre nem nagyon gyártunk. De csak jó lenne, ha lenne eleinte valamennyi belőle. Illetve nyilvánvalóan hozzon be polimert, mutatóba, meg mechanical parcot. Jöhet! Oké, és elkezdhetünk építeni valami... Hogy ez már itt is van? Nem, hogy jön. What resource? Megint hazudol. Hát nézd már rá, hát hogy lenne az ló? Hát miről beszélsz? Ó, neked elég sok cuccod van. Azon gondolkoztál már? Oké, akkor kéne egy... metál tároló. Itt tároljuk a heavy metált. Felszínhez miért magasság? De szerintem nem lehet magasabbra építeni. Meg ez ilyen fura tákolmány, tehát ezt nem tudom, hogy ezt hogy lehetne magasabbra építeni. Jó, termelünk dolgokat, srácok. Itt az ideje kupolát építeni. Domes. Homes. Domes. Oh! Mennyiféle kupola van? Nézzétek, van például mikrodóm. Ebbe így kevesen laknak. De mi nyilván nem vagyunk puhányok, szóval nem egy mikrodómot építünk. Van egy basic dóm. Vannak még skinjei ennek a basic dómnak? Vagy ez a hajó elment már? És milyen dóm van még? Barrel dóm. Hát ez gyakorlatilag egy icipicit nagyobb, mint a mikrodóm, nem? Oké, érez valamit? Barrel dóm. Alternative small dome configuration providing more space but lacks a slot for spire. Kell hozzá konkrét, kell hozzá metál, kell hozzá polimer, milyen meglepő, kell hozzá power, kell hozzá air, kell hozzá water. Oké, és akkor mit tud a nagy dóm? Basic dóm. Kevesebb polimerbe kerül, például. Aha. Roppant érdekes. Mit tudunk még tenni Domfronton? Csövek. A csövek jók, de egyelőre nem annyira fontosak. Oké, szóval amivel el kéne kezdenünk foglalkozni, az ennek a dolognak itt a kereskedelme. Azért kéne azzal elkezdeni foglalkozni, mert az cool. Ez nem annyira volt feltétlenül jó válasz, de azért kéne azzal elkezdeni foglalkozni, mert abból lesz pénz. És azt hallottam, hogy a pénz az jó. Mi azt jelenti, hogy ezt ide lerakom. Aztán nyilván van az oxigén, így a világ végén nem lehetne messzebb, de nem akarhatunk mindent. Építsétek meg, srác! Ó, nem figyeltem, hogy mi merre áll. Gyűlölni fogom magamat 20 másodpercen belül. Ja nem, mert itt van egy kapu. Ezen kijöhetnek a jocók dolgozni ezen a földön. Itt van a berögzítési pont, oda pedig behúzhatjuk szépen. Azon gondolkozom, hogy az oxigénnek és a víznek külön csőhálózaton kell-e lennie, vagy nem? Ez egyébként egy elég fontos kérdés. A másik pedig, hogy termelünk-e még egy kis konkrétet, mert nekem ez ilyen merülőben lévőnek tűnik. Honnan tudjuk, hogy vajon merül-e a terület? Belve, ó! Megérkezett a Space jurta. Ledobjuk pont oda, ugyanoda. Te hogy állsz akkumulátor töltöttségileg? Töltődjél egy picit. Eldobta magát megint. Hoztunk kaját, építjük a tornyot. Ű, mekkora toronyépület nyersanyagokból, srácok. Ha így meg tudjátok pakolni, akkor ezt miért nem pakoljátok meg így? Hát ezt is pakoljátok meg így. Mondjuk akkor jön egy szélroham, aztán meghal mindenki, de hogy ettől függetlenül azt is pakoljátok meg. Sőt, ezt is bontsuk le. Bizony. Mi volt a probléma? Egy másik felületen küldtek még egy kódot, mint ahol az összes többi kommunikációnk történt, és én ezt a felületet nem néztem, ezért nem tűnt fel, hogy egy másik felületen küldik. Nézzétek, hogy épül! Hogy épül az üvegbogyó! Nézzük belülről. Hát itt nem nagyon fogjuk értékelni az üvegbogyó tetejének épülését. Oké, szóval a következő pont, amire szükségünk van mindenféleképpen. 1. Kelleni fog valami, amiben lakhatnak. Living Complex. 14. 4. Miért akarnék egy ekkora helyre 4 embert beköltöztetni? Mi ez, valami luxus kirándulás? Ez kell mindenképpen. Hála az égnek, ez elfoglal egy egész hatodot. Ez egy hatod? Igen, ezek hatodok. Be lehet-e forgatni úgy, hogy befele nézzenek a házak? Jó, ez viszonylag fontosnak tűnik. A másik, ami viszonylag fontosnak tűnik, hogy bekössük csövekkel a dolgokat helyekre. Mivel egyféle cső van, ezért ezt behúzzuk ide. És ezt pedig behúzzuk ide. Biztos, hogy jót fog tenni a szélerőműnek. Rá se ráncsatok, srácok! Soha ilyen jó még nem volt ez a szélerőmű. Nincs neki áramja. Az viszont reasonable. Azt nem húztuk be. Hogy állunk mechanika partokkal? Építünk ennek egy pár ilyen szélerőmű dolgot. Én nekem ezek tetszenek egyébként, úgyhogy építünk belőlük még. Nem kell külön cső a vízhez és a levegőre. Nagyon remélem, mert most kötöttem össze őket egy rendszerre, szóval. Passenger rockets. I don't want any passenger. Oké, ami mindenképpen kell viszont, az... Maradjál csendbe. Az egy gyár. Electronic store. Art store. Small art store. Grocery. Small grocery. Security station. Az a diktatúrák alapja a legjobb tudomásom szerint. Csak úgy érezzék, hogy mi történik. Mennyibe kerül ez? Felesleges-e a pazarlás? Pff, tök olcsó. Ó, de 9 ember dolgozik benne. Hát annyig nincs. Small spacebar. Nagyon örülök, hogy mindenből van small. Ez még nem volt eddig. Na találjuk ki, srácok, hogy mi kéne ahhoz, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat. Először is. Kell egy cargo rocket, az biztos, ami hoz épületeket tekintve. Small machine parts. Machine parts. Machine partokat szeretnék faktorizálni, szóval ez tök jó lenne, ha ezt így megcsinálnánk. Polimer nem vagyok benne biztos. De közben egy picit biztos vagyok egyébként. Oké. Ezt nem lehet elmenteni, ugye? Hogyha nem akarom most helyben az összeset lehozni. Ez se rosszabb, hozzá még. Ú, elég drága, akkor ne hozzá. A Security Stationnél csak a személyes propaganda fontosabb egy jó diktatúrához. Igen. Polimergyártáshoz kell benzin. Azért rendeltem még ilyen fuel refinery-t. Meg azért, mert a vízzes dolgot teljesen elrontottam azzal, hogy elfejtettem, hogy nem lehet leépíteni a dolgokat, úgyhogy ez sajnos az ott marad. Ilyen Electronic Factory-t, meg ilyeneket akarunk így faktorizálni? Szerintem nem nagyon. Fuel-t azt nyilván akarunk. A Stirling generátor cool. Ebből nem kell ennél több, nem? Szerintem ebből nem kell ennél több. Moisture Evaporator. Ez jó, mert ez nem fogy ki soha. Addig rendeljünk belőle, ameddig van pénzünk. Oké, srácok, van még egy tonnányi dolgot még tudunk hozni. Miért nem tudok hozni vajon... machine parts-ot? Ó, mert 2000 kiló. Ó, és sok mindent megmagyaráz. Akkor ebből mi lenne, ha nem hoznál ennyit? Viszont hoznál nekünk egy kis machine parts-ot. Az a világ, arra soha semmi sem elég egyébként. No, ilyen drón nem biztos, hogy kell. Ebből kell vajon több? Jó van hozzád? Jó lesz. Szóval ott tartottunk, hogy elektromos kábelekre lenne szükségünk. Még mielőtt nagyon elgondolkozunk azon, hogy... fejlesztéseket elindítottam már? Indítottam el fejlesztéseket. Tartanak is azok. Tehát, hogy így ennyit tudok felmutatni. Nem mondanám, hogy így a világot kifejlesztjük így a sarkaiból, de hogy fejleszgetünk dolgokat. Na nézzük, mi kéne még? Egy research lab. A research labek azok menő dolgok. Legyen egy research lab. Így is ilyen, így. Legyen egy research lab. Nyilvánvalóan ezt a viccet ezt nem hagyhatjuk félbe, úgyhogy kell egy security station. De az a baj, hogy nem, mert annyi ember nem tud itt lakni, hogy legyen pénzünk security stationre. Oké, ezek ugyanannyit dolgoznak, ugyanannyit fogyasztanak, halvány elképzelésem sincs mi a különbség a kettő között, úgyhogy teszünk egy piacot, asszonypajtás is szereti a piacokat, biztos mindenkinek nagyon izgalmas. Open Air Gym, holy guacamole, ez mekkora! Srácok, nézzétek mennyire... Nincsenek valami kisebb verziója? Én ennyire nem szeretem őket. Jó, vagy választhattok. Vagy egy spacebart kaptok, vagy egy gymet. A kettő együtt nem megy. Ó, nem. Lehet, hogy small spacebar, small spacebar. Tessék, nem tudom, ebben lehet, hogy csak 3 ember tud egyszerre bemenni. Ó, tényleg, kajagyártás, nem mondasz hülyeséget. Hogy tudok kaját gyártani? Á, parkok. Nem itt, ugye? Megváltoztak a dolgok. Nincs valami búzamező, vagy valami ilyesmi? Ó, lehet, hogy itt van a búzamező. Itt aztán nincs. Ó, itt van ilyen. Hát ez nem nagy. Tegyük a szélére, mert akkor biztos, hogy nem akad be. Ez mennyi kaját gyárt egyébként? Base production. Base on crop. Jó, itt csak egy workship van, 3 ember dolgozik benne. Rakjál éttermet. Étterem, igenis. Rakom az éttermet. Aranyélet vár titeket itt, srácok. Hol is van ez az izé fejlesztés? Social fejlesztés? Úgy, hazudjunk más bolygóknak arról, hogy hogy állunk. Oké, megjött a totál nem júrt a Space űrhajónk. Itt mi a sírás tárgya? Oké. Too far from drone commander. Hogy az csak azért volt lefedve, mert ott állt az űrhajó. Jó, hát akkor most ez az űrhajó egy ideig itt áll. Oké, és lehet, hogy kéne hozni embereket, srácok. Nekem az az érzésem, hogy itt így ezek így túlélnek dolgokat. Hozzunk embereket, mi baj lehet? Á, hogy ez ugyanez az űrhajó. Várj, erre nem számítottam feltétlenül. Ezt kimondhatjuk, hogy erre nem számítottam. Parkot mindenkinek, nem kaphat parkot mindenki, srácok. Ez nem így működik. De működhetne így is, de hogy nem így működik. Oké, szóval hány ember tud itt lakni? 14. Jó, és szükségünk van egy gyárra a kupolába, oda belefele. Szóval szükségünk van egy Machine Parts Factory-re. Ha esetleg valakinek kétsége lenne afelől, hogy hol fog dolgozni mindenki. Levegőt csináltál? Csináltam! Hát oxigént csináltam, remélem abból lesz majd levegő. Itten gyártjuk az oxigéntet. Ha jól látom, annyi van, mint égen a csillag. Úgyhogy... úgyhogy elméletileg annak így okésnak kéne lennie. Felhúztuk a végtelen méretű faktorinkat. Megvannak az épületeink. Fénykép, csomag, én szótam. Megnézzük még. Ez biztos, hogy kell. Ez tudja, hogy kell. Tehát ilyen kell. Request a deposit. De miért? Mert mint hogy mi lenne, ha nem. Deposit. Rare metal deposit. Ide tesszük, hogy az ablakból lehessen látni, mennyi van. Ebből fogunk pénzt csinálni, srácok. De hát... ez nem egy rare metal deposit? Ó, nem. Nem, ez csak metal deposit. Á. Emlékeztek, amikor azt hittem, hogy ebből fogunk pénzt csinálni? Ez volt. Nem ebből fogunk pénzt csinálni. Ebből meg nem kell ember, ugye? Ez csak így teszi a dolgát. Szomorú vagyok. Ezt a kupolát, ezt may or may not, de lehetséges, hogy rossz helyre tettük. Mert nem tettük rossz helyre, mert akkor nincsen rare metal depozitunk. Ez itt mi? Vista. Nagyszerű hír. A metal. Hogy néz ki a rare metal depozit vajon? Sector scanned. Ez tökre megérte. Anomaly found. Ó, ott van a rare metal depozit. Jó, hát ez a világ másik fele. Ez egy rare metal depozit. Ez is egy rare metal depozit. Ez nagyon jó. Akkor ha az a kupola itt lenne... Jaj, mindegy, adjuk is. Áthelyezni nem lehet, ugye? Nem. De ez nem is lep meg annyira, hogy őszinte legyek. Jaj, kicsit húzzunk bele ebbe az üzemanyaggyártás dologba. Oké, akkor ezt megoldjuk majd, ezt a krízist. Valamikor biztos. Előbb-utóbb. A másik krízis, amit itt alakítottam ki ezzel, ez nyilvánvalóan nem annyira jó, de az előre legyártott épületeket, azokat már csak ki kéne hozni, tehát hogy azokat már csak le kéne gyártani, szóval... rakjátok le, aztán majd karban tartjuk. Mondjuk az elég drága. Szóval, ide kéne rakni egy kupolát. De az majd a következő kupola lesz. Ez a kupola, ez most arra szolgál, hogy életben tartsa... Ó, ide is kellenek emberek. Akkor jó, akkor nem kell még egy. Ide is kellenek emberek, srácok. Hát minden legnagyobb rendben van. Lesz hol dolgozni. Csak hozzunk embereket valahogy. Hogy áll ez az űrhajó hajtóanyaggal? Nagyon jól. Hát akkor szia, létör, amigo. Próbálj ne kövérgázzal elindulni, kérlek. Ne boríts be porral mindent, please. Mindegy. Ez nem kap áramot. Azt te miért nem kapsz áramot? Nem is ez a kérdés. Az a kérdés, ő miért kap áramot? Mindegy, ezek ilyen költői kérdések ám. Tessék, húzzátok össze, aztán csinálja mindegyik az üzemanyagot. Ők valószínűleg ennyi módtert nem gyártunk. Az, hogy azok nem kapnak áramot, az nem lep meg annyira. Össze kéne húzni ezt a két hálózatot egyébként egyre. Nekem kicsit suta egyébként ez a hatszögletes építkezés dolog. Dómon kívüli munka csak a bátraknak. Felőlem lehet alkoholista, ez engem annyira nem izgat. Oké, csinálgatják a dolgokat, a doró... Igazából úgy néz ki, mintha működne a bázisunk. Nem azt akarom mondani feltétlenül, hogy... Wow, mennyire! De hogy kicsit olyan, mintha működne a bázisunk. Értitek, csak így... Sort of. Hogy vagyok? Köszönöm szépen, remekül egyébként. Amúgy tényleg. Kicsit tartok a jövő héttől. Mert az húzós lesz, de csak amiatt. Illetve nagyon-nagyon várom a jövő hét utáni hetet, mert a jövő hét utáni héten meg tartok egy LEGO streamet. Most már ezt eldöntöttem. Így is tartok egy LEGO streamet, akármi is történik. Ti srácok, veletek mizus. Ja, hogy nincs meló. Ez mindig jó. Oké, és a jó hír az az, hogy nyilvánvalóan nem tudnak lepakolni oda. Mi azt jelenti, hogy csinálunk ide, mert ide le fognak tudni pakolni. Szóval köszönöm kérdésedet, igazából kiválóan, kiválóan. Nincs okom a panaszra, semmiféleképpen sem. Jöhetnének már emberek, nyilván, jöhetnének emberek, nyilván. Ha már van egy bogyónk, de majd mindjárt jönnek emberek. Ide majd mindjárt pakolunk még embereket, és akkor szerintem az okés lesz. És aztán pedig csinálunk egy kupolát egyébként idelentre, és abból pedig a rare metal, az szerintem az azt fogja csinálni, hogy az csak és kizárólag a rare metal extraktor dolgot fogja majd ellátni valószínűleg. Van landolóplatz a rakétának, az nem poroz. És drága? Outside decoration. Ez nagy? Hú, ez indokolatlanul nagy. Jó, ilyeneket építünk majd mindenféleképpen. ilyen diktátori dolgokat, mindenféle, large monument, így. Ez például abszolút prioritásnak tűnik. Lehet, hogy egy kicsit éhezünk miatta, de ez abszolút prioritásnak tűnik. Jó, egyértelműen nem ez a landing pad. Ez a landing pad. Srácok, húzzatok már ide egy landing padet. Nagyon jól menne, hogy így mondjuk. Ide tessenek már felhúzni ide egy landing padet. Onnan majd szépen elfutnak az űrhajósok addig a lakó részig. Még a fele kezdőtőkét megvan, nem drága semmit sem. Milyen LEGO stream lesz, kedves Viktor? Nagyon gondolkozom a UCS Falcon megvételén, viszont nem igazán vagyok odaérte, hogy elég egy nagyobbat tüsszenteni mellette és széthullik a borítása. Ez nem igaz, tehát azért annál több kell, hogy egy nagy tüsszentésre szétmenjen teljesen a borítása, viszont az teljesen biztos, hogy nem tudom, hogy fogjuk átköltöztetni. Mert tudom, hogy fogjuk átköltöztetni, de nem tudom, hogy túl fogja eljelni. Tehát, hogy azzal kapcsolatban szkeptikus vagyok, hogy vajon túl fogja eljelni. Egy passenger roketet legyen szíves. Rocket capacity. De miért csak 12 ember tudsz hozni? Hát ne fárasszál már le. Hugo Diaz. Daniela Cardoso. No specialization. Ti mire jöttök? Mármint, hogy... Mindegy. Oké, mi kell? Először is, várjatok, megnézzük, hogy mi kell a gyárba. Hé, uram. Predicted. Stored machine parts. Jó, de mi kell? Milyen ember kell? Free work slot. Jó, de milyen ember kell? Azt mondd meg nekem. Engineer. Nagyon jó, megmondtad, csak nem láttam meg azonnal. Szó, és hány? Az is egy nagyon izgalmas kérdés. Hány ember kell? 1, 2, 3, 4, 5. 5 engineert mindenképpen hozunk. 5 engineer. Passenger rocket. A... Filter. Specializáció. Engineer. I wanna have engineers. Ez még mindig egy nagyon fura rendszer. Jó, és mi kell a... Mi kell ide? Geológus. Geológust is hozunk. Az összes többit majd megoldjuk. A... Puzzle stream várható-e valamikor? Nem. Nem szeretem a puzzle-t, ne haragudjatok. Várható, csak nem tőlem. Mert hogy jó, ez valószínűleg nem azt jelenti, hogy, tehát, hogy akkor valószínűleg nem várható, de hogy... El tudom képzelni, hogy lesz a jövőben, csak nem tőlem. A specializáció. Szeretnék geológusokat is. Meg ilyen no specializációt, meg scientisteket is. Back. Back. Azt most ettől ez jobb lett? Jó, te jöhetsz, mert scientist vagy. Te mer geológus. Az engineereket kitúrjuk egyébként. Ezt nem lehet valahogy okosabban? Polícia, polícia. Ja, hogy itt van mellette! A selected! Ó, vak vagyok, boys! Én hibám, abszolút az én hibám. Ezek mind engineerek, ugye? Jó, ennyi nem kell. Jó, hogy ez így magától kiszedte nekem az engineereket. Nem, nekem 5 darab engineer kell. 1 engineer, 2 engineer, 3 engineer. Ez nem volt annyira okos. Ennél egy kicsit több engineer kell. És kell botanist is. Jó, te mégis jöhetsz. Ó, egy medik? Ez nem hülyeség. Legyen egy medik, ne halljanak már meg. Még lehet, hogy az engineerek számát is lejjebb vehetjük igazából. Jó, 9-nél tartunk. Ebből 4 engineer, 1 geológus, 2 geológus, 1 scientist. Akkor még mindenképpen rakunk scientistet. Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm Csontinak a hostot, nagyon-nagyon király vagy, üdv minden kedves Csonti nézőnek, és persze természetesen szia Csonti, ha még itt vagy. Új kiegészítő a Surviving Marshoz, ez pedig nem más, mint a Space Race, amiben több kolónia is dolgozik rajtunk kívül a Marson, akiket hátráltathatunk, akikkel kereskedhetünk, akikkel ilyesmi dolgokat csináltunk, illetve két új szponzor is lett, a japánok meg a brazilok. Mi brazilok vagyunk, mert ezt értettem a legkevésbé. Egyébként tényleg. Jó, és vegyünk fel két olyan embert, akinek nincs specializációja. Jó, jöhetsz. És ilyen zöld kolóniát építünk. Zöld csövek között. Van már leszállópadunk, mert ennyire fancy srácok vagyunk. És erősen gondolkozom rajta, hogy veszek még egy rakétát. Mennyibe kerül még egy rakéta? 3000 millióba? Ain't no gonna, no rakéta, no, rossz rakéta. Konkrét biztos, hogy nem kell, ez biztos, hogy kell, és szerintem kell kaja. Hozzunk még kaját, hát ha így, értitek, ne legyen ebből már baj. Olcsóbb, ha magad épített. Hát az a helyzet, hogy olcsóbb feltölteni üzemanyaggal, szóval töltsük fel üzemanyaggal. Ebből egy ideig nem lesz rakéta, az egy szerviz. Na! Next research. Ó, már research-eli is. Nagyon jó. Research-eli a hazudjunk a többi embernek, hogy mi van nálunk research-öt, ami nyilvánvalóan fontos. Valószínűleg nem fogjuk tudni 100%-osan feltölteni nyilvánvalóan az egész telepet. A másik, ami egyébként nagy coolság lenne, az a beton dolog. Azt nagyon jó lenne egyébként elfoglalni. Van nem, ezt a beton dolgot még királyabb lenne. Meddig van ennek a határa? Sokáig. De nem egyszer messze előkig, nem elég sokáig. Tudunk-e még drone hubot építeni? Nem, mert azt be kell hozatni nyilvánvalóan, mire gondoltam. Sensor, boost, scanning speed. Nem. Nekünk izék salvage. Jó, ez nem így működik. Jó, hát nem akarhatunk mindent. Szeretnék, akkor majd hozatunk. Kicsit reménykedünk benne, hogy itt még van konkrét, ahonnan ez jött. Bár úgyis leáll egyébként, ha megtelik, szóval alapvetően mindegy. Csak ugye van egy konkrét tárolónk, ami aztán előbb-utóbb elfogy. Másfél órája streamelünk már. Hogy telik az idő, ha jól mulat az ember? Mekkora durva. Szóval... Ó, ez sokkal gyorsabban jön, srácok, a virtuális jurta. Virtuális? A Space jurta. Az a kérdés, hogy a Space jurta is le tud-e szállni erre. Én szeretném, ha a Space jurta leszállna erre. Szeretném, ha a Space jurta erre szállna le. Eddig nem sok dolog történt, a bázis alapjait építjük. Mi az, hogy nem történt sok dolog? Hát mi az? Hát nézd rá! Bocs, erre! Erre itt! Ez az egész! Ez a kis kupac dolog, amit a középen eltel egy meteor. Mind meghalunk, ez mind történt! Failed milestone. Japán komplitált egy milestone-t. Lehet, hogy zavarni kellett volna őket. Oda! Oda dobjad le magad, aztán ez egy nagyon furán működő jármű egyébként, leérkezik, kipakolja a cuccokat magától, és aztán eldől. És beláll a betonba. De hála az égnek le lehet bontani, szóval ezzel igazából nyersanyagot lövünk magunknak. Nincsen felfedező kocsim. Tudod, igen, kéne rendelni, sok mindent kéne rendelni egyébként. Tényleg sok mindent kéne rendelni. Az a kérdés, hogy olyat például lehet-e rendelni ilyen jurtával? ARC Commander, az mindenképpen kéne. Nagyszerű. Akkor mégse. Akkor az Explorer kéne mindenképpen. Kezdünk egy kicsit kifogyni a pénzből. Úgyhogy lehet, hogy ez a Commander kéne. Mindegy, hozunk egy ilyet is. Meg hozunk egy ilyet is. Ó, de még van benne 10 000, hát akkor ez tök felesleges volt elküldeni magamnak. Hát még belefér egy épület! De durva. Hozzá ebből 2-t, jó lesz. Nem állunk jól anyagilag, srácok, nem állunk jól. Igen, észrevettem, hogy egy csomó minden elfért volna benne, csak nem vettem észre időben. Ami nyilvánvalóan szomorú. El kéne kezdeni pénzt csinálni, az a nagy helyzet. Oké, van ez a rare metal dolog. Én tudom, hogy ebből leszünk gazdagok. Rare metal X. Jó, ezeket tudjuk építeni, ezeket nem kell rendelni, nagyon jó. Polymer Factory. Hogy ezt csak így be kell pimpelni ide a kötelezékább ide a dologba. Majdnem kinyögtem hamar. Too far from domes. Ó, mert hogy ebbe dolgoznak emberek. Jó, hát ez akkor egyenlőre nem aktuális. Most a rakéta hogy áll? Jó, még nem jött. Majd veszel föl hitelt a japánoktól. Ja, kérek tőlük egy kis cash-t. Srácok, azt onnan nagyon gyorsan el kéne pakolni, mert jön a következő űrhajó ilyen ember dolgokkal, és azt hallottam, hogy azok nem szeretik azt, hogyha váratjuk őket a világűrben. Aztán lehet, hogy igazából nem így van, és tökre szeretik, de miért hittek? Tehát, hogy... Nem tudom, erre szükségünk van-e, de leraktuk. Hagy töltődjenek azok az akkumulátorok. Látjátok, lesüllyed, és azonnal megy fölfele. Hát ez nem nagyon megy fölfele. Megy fölfele! That's the spirit! Jó, hát mire ezek megtelnek, addigra pff, mi meghalunk, de mindegy. Na, kell ez ahhoz, hogy kell? Pakoljátok le nagyon gyorsan! 1-2, gyerünk! Hát örökké akartok élni! Ne nézegessed! Fogjad, vigyed! Úristen! Te legalább tiszta vagy! Igazán megfésülködhettetek volna az emberek érkezésére. Köszönöm szépen! Egy öröm volt. Vízgyártót újra tudod indítani. Ezt? Ezt újra tudom indítani? Nagyon menő! Köszönöm az információt, ez nagyon-nagyon hasznos. Tattararám, tatatám, tattararám. Nézzétek, hogy szaladnak! Józsi majdnem lemaradt a buliról, de végül nem. Na, srácok, érezzétek jól magatokat. Ő azonnal be is állt ide. Engem érdekelne egyébként, hogy mi a foglalkozása. No nagyon jó, 2 műszakban veretik. 2-en már isznak, ja nem dolgoznak, elnézést, dolgoznak, nem iszik senki. Ide. Ez egy fokkal kevesebb engineer, mint akire gondoltam, hogy majd érkezni fog, de végül is mindegy. Te mi vagy? Scientist, egy kicsit talán eltévedtél. Úgyhogy... Hát, egy kicsit eltévedtél. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit eltévedtél, de ha jól látom, mindenkinek van munkája. Nagyon jó, és már töltjük is fel üzemanyaggal. Abszolút minden legnagyobb rendben van, srácok. Abszolút minden legnagyobb rendben van, azt kell, hogy mondjam. Vagy csak nem veszem észre, hogy nincs. Nagyszerű. Ez mindig simán elképzelhető. Ó, most már áramod nincsen. Hát ezt mondjuk szóltál volna hamarabb. Mert hogy ezt egy kicsit könnyebb lett volna megcsinálni eddig. Vagy nem könnyebb, de hogy megcsinálhattuk volna eddig. Tessék, majd mindjárt lesz ideje valakinek lehekkelni, aztán majd jó lesz. Érdekes, hogy pont a brazilok, akik először érnek a Marsra, nekik nincs vesztenivalójuk. Húzz innen a retekbe. Next! Menjél már onnan! Hagyj szálljon le! Mi blokkolja? Még mindig ez a vacak? Nem. Már nem blokkolja semmi. Nagyon örülök, hogy megépítettük ezt a cuccot egyébként. Ez nagyon király. Nagyon-nagyon tetszik. Azt ott szedjétek szét, azzal a lendülettel. Tutú! Commander személygépjármű is megérkezett. Parkoljál le valahogy úgy, légy szíves, hogy hasznodat vegyük. Nem kell sokat, elég egy kicsit. Domes without life support. Na, most mi halt meg? Ha jól látom, minden. Összeomlani látszódnak a dolgok. Hirtelen meghalt minden. Not enough power. I got the power. Jó, hát ezt meg tudjuk oldani. Azt hiszem. Ezt nem így akartam megoldani. Bogyófül 1. Bogyófül 2. Bogyófül 3. Én azokat gyorsan megépíteném, srácok, mert... mondjuk egyébként nem tudom, hogy ettől miért lesz hirtelen live support nélkül. Ne halljatok meg, dudes! Not enough power. Ezt nem akarja? Valaki megépíteni? Valaki? Nem? Nem? Senki? Hopp, elmúlt! A power krízisünk elmúlt, srácok! Jó, ti... nyíljatok ki, ti valamit tudtok ilyesmit, és akkor elméletek több áramot fejlesztetek. Jó, hát a világ összes áramát fejlesztjük most már. Jó, meghalt valaki? Hányan vagyunk? Jó. Ha, troubling. Ketten már meg is haltak. Ja nem, 12 embert tudtam hozni. Jó, 12 embert tudtam hozni. Itt dolgozik valaki? Hát ez vigasztaló. De nem botanikus. Hoztunk botanikus? Szerintem nem hoztunk botanikus. Jó, akkor ezt az ember populációt, ezt egy picit növeljük, srácok, mert nem nagyon tudunk mit csinálni. Ide berakunk szerintem még 2 házat, mert egyenlőre talán ez az egy, amit tudunk csinálni. Oda közéjük meg berakunk valami egykockás parkot. Biztos van valami, ami csak egy kockát foglal el. Itt van például ez a szobor. Azt oda bepattintjuk. Jó, és akkor most nőtt elméletileg. Ez ugye 14, meg 4, meg 4, ez 22. 22 embert tudunk elméletileg elszállásolni. Van-e bármilyen szám az overlayünkön, ami ezt mutatja? Nincs. Oké, tehát akkor amit hoznunk kell, azok botanikusok, abból ráadásul egyébként sok. Oké, akkor hozunk gyorsan, mert különben el fog fogyni a kaja. Jó, nagyszerű. Akkor, akkor mindegy. Dolgozik-e itt valaki? Nézzétek, milyen bátrak ezek a... ezek a geológusok? Hát milyen bátrak ezek a geológusok? Igazi úttörők ők. Rendszeresen kijárnak dolgozni a bogyóból. Jó. A kaja tekintetében az para egy picit. De van elméletileg elég sok. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy egy időre elégnek kéne lennie. Ó, megint eldölt. Na, te pedig... úgy, abba kövérgázza a hajtsál bele a falba. Nyilván így, pont így gondoltam. Nézzed már meg ezt. Mit tudsz ebből kiszúrni? Kiszűrni, nem szúrni. Jó, te pedig Vándoroljunk el ide. Ez így nem fog működni. Ez így nem fog működni, ugye? Nem, ez így nem fog működni. Kéne ide... Várja, mi kell a konkrét dologhoz? Iron. Oké, akkor van itt egy ilyen vasunk, ami valahol van. Hol van Béla? Béla? Itt van Béla. Gyere Béla. Szóval, azt kéne csinálni, hogy ide kéne jönni, és fel kéne lódolni ebből egyet igazából. Na, akkor hármat, nekem a három is jó. És ezzel, kövérgázzal el kéne száguldani ide. Analyzoltad már is, hogy te mennyire ügyes vagy. Tudnál-e valamit még analyzolni? Itt van például ez a kulcs, ezzel tudsz valamit csinálni. Scan, nagyon jó. Scanneljed, mintha nem lenne holnap. Nagyon jó, és... Ide szeretnénk lerakni, totál nem ilyet. Hanem ide szeretnénk lerakni totál ilyet. Hát itt mekkora területek vannak már, amiket meg lehet kapargatni? Ezeket most megkapargatjuk jól, srácok. Úgy, mintha nem lenne holnap. Nem, ez nem annyira jó. Ezt egy kicsit kevésbé kicsit máshogy kapargatjuk meg. Úgy. És inkább onnan kaparják az a vasat, mint innen. Oké, az egyik az el is készül, az nagyon jó. A másiknak 2 metálpartra van szüksége. Hoznál egy metálpartot? Lennél olyan szíves? Itt van még metálpart. Vagy masinpart, igen, nem metálpart. Ezeket is el kéne elnevezni. Tehát, hogy azért mindenki sejti, gondolom, hogy ezeket is illene elnevezni. Tudunk milyen? Nem tudunk. De szomorú. Jó, áramunk az van. Jó, áramunk az sok van. A vízünk az úgy néz ki, mintha nem lenne semennyi. Ami azért jó, mert én viszonylag egyértelműen tudom mondani, hogy de van. Tehát az valószínűleg az azt jelenti, hogy nem termelünk többletet, hanem pont annyit termelünk, amennyire szükségünk van. Ami sose rossz, ami sose rossz. Oké, akkor ez egyenlőre ez okésnak tekinthető. Egy üzemanyag dipót ide. Higgyétek el, hogy jó lenne az, hogyha nem ott gyűlne az üzemanyag. Becsapódott egy meteor! Nagyon jó. Az egyik lehet Hórusz? Nem. Sokkal... Srácok, van egy nagyon jó ötletem. A Commander lesz Sándor. Az Analyzer dolog lesz József. Mert hogy ugye ez nyilvánvalóan ez egy... Te mi vagy? Te vagy Sándor. Hol a raktár dolog? Ahogy neked nem adtam további utasításokat. Oké. És ő pedig lesz Benedek. Mert hogy ez nyilvánvalóan hát ez egy keresztény stream, srácok. We've just found Beagle 2, or at least what's left of it. Nagyszerű. Szép munka, szép munka. Jó, és akkor innen kihúzzuk a kábelt így odáig, amivel érzek igazából így problémákat. Szerintem itt lesznek zónák, amiket nem fogunk tudni lefedni. Crop failure reported. Hogy mi? Valószínűleg azért, mert nem ért hozzá. Mit próbálsz egyáltalán csinálni? Csináljál ilyen fűszerű dolgot. Hidd el, hogy jó lesz. Bele fogsz jönni előbb vagy utóbb. Sándor József Béla, a névválasztás béna. Lehet-e tudni, hogy körülbelül meddig tart a stream? Fél 11-ig szerintem. Ó, oh, de hát ez mindjárt van. Igen, félig tart. Jó, ti parkoljatok rá erre a cuccra, és akkor töltöttök nagyon jól. Elvesztettünk egy drónt, srácok! Nem tudom, hogy. Ezeket nem lehet innen eltüntetni, mert ez tök izgi meg minden, de hogy... kajával hogy állunk? Kajánk az még akad. Én azért csak hoznék... Szerintetek meddig van? Mennyi van még abban hátra? Jó, és te? Te valami? Van-e valami még, amit tudnál szkennelni nekünk? Há, hogy nincs. Üdvözöllek a haszontalan robotok világában. Parkoljál le ide, később értesítünk. Oké, én úgy veszem észre, hogy ezek azért így nem panaszkodnak. Tehát, hogy így nincs éhezés. Dolgozgatnak emberek. Nem mindenki a munkájában, nem mindenki jól, nem mindenki gyorsan, és ez a cucc teljesen biztos, hogy nem azt gyártam itt. Ja, ez a maintenance. Hú. Nagyon megijedtem, hogy nem azt gyártam, mire gondoltam, hogy gyárt. Az egy nagyon nagy fél lenne egyébként. Healthcare. Jó, ez nem hülyeség. Építünk valami healthcare buildinget. Van valamilyen ilyen sanitator? Tudjátok, ahol így emberek így mint egy jobban lesznek majd. Dinner. Ez az. Emberünk nincs, aki így dolgozzon, de építünk egyet. Ide ebbe a kellemes mellék utcába. Építsétek meg, valaki majd átjön ide. Meg amúgy is előbb-utóbb jönni fognak majd emberek. Egy percet se aggódjatok, srácok. Egy percet se aggódjatok. Ezek mentik még itt egyébként a popónkat, úgyhogy ez jó volt, hogy ezeket berendeltük. Hála az égnek polimer kell az éhez, azt meg be tudunk rendelni, ha kell. Mondjuk egyébként pénzügyileg nem állunk jól. Tehát, hogy lehet, hogy lassacskán el kéne kezdeni, mint egy pénzt termelni. Arra gondoltam, hogy az mekkora cool lenne már. Jó, te mivel vagy tele? Rakd le valahova. Pillanat is rájövök, hogy hogy kell. József Sándor és más szokványos brazil keresztnevek. Igen, ez egy ilyen brazil projekt. Azt hallottam, hogy arra keresztény emberek élnek. Értem én, hogy nem megy több, akkor máshova. Némi kreativitást elvárnék a robotjaimtól. Ez nem tűnik egy jó ötletnek. Jó, és az a kérdés, hogy ha ide jövünk például... Nem, várjatok, itt csinálunk... Először is itt csinálunk egy konkrét depót, és csinálunk dumping site-ot is. Oké, vannak épületeink, amiknek elméletek dolgokat kéne megkönnyíteniük, úgyhogy azokat is lerakhatnánk akár. Itt van például ez. Ennek lehet, hogy ide nyilván így jobb lenne, ha itt így errefelé lenne. Legyen egy kis átfedés, hogy oda lehessen közös dipókat elhelyezni majd. És akkor oda teszünk közös dipókat, és ezt a dipót ezt mondjuk meg is szüntetjük. És a kettőnek a határára kéne tenni igazából azt a dipót, ahova pakolunk, mert akkor ugye eléri mind a kettő, és szépen át tudják pakolni ügyesen. De lehet, és csak a fejemben él egyébként ennyire jól. Hát de, de nem lehetne, hogy... Így nem veszed el a vision-t arról, hogy hol van a... Oké, emellé a kő mellé tehetjük a dipókat. Konkrét. Dipó 1. Konkrét. Dipó 2. Oké. És akkor ezt... megszüntetjük. Te... segíts... azt ott összeszedni, és elvinni innen a retekbe. Szedd már össze azt is, ha már így benne vagy. Annyira jól csinálod, mi lenne, ha azt is összeszednéd? Jó, mindegy. Load resources, load resources. Egész jól sikerült egyébként. Jó, ennyit tudsz elvinni, semmi baj. Már így is megteszel mindent, ami tőled telik, és még egyébként sokkal többet is. Oké, közben azt írt, hogy vannak épületek, amik nem működnek. Elfelejtetted-e már ezt a balgaságot? El, nagyon jó. Na és nézzétek, így szépen összekötöttük a kettő adag cuccot. Szerintem ez elég menő egyébként. Vagy ha nem is menő, akkor is legalább. Na, viszont elfogyott a polimerünk, ami azért baj, mert az életben, minket életben tartó dolgokhoz kéne polimer. Záros határidőn belül. Ez egy rossz hír. Menjünk rakétát nézni, szóval. Összerakjak egy kargóra, kitetném. Összerakok egy ilyet. És abban hozok ilyen létfontosságú dolgokat. A polimer még egy picit arrébb van. Az helyzet egyébként, hogy el kéne kezdenünk pénzt keresni. Tudom, hogy ez így hülyén hangzik, de hogy el kéne kezdenünk pénzt keresni, srácok. Oké, ez még tud hozni, akkor viszont hozzon. A drónok nem csatlakoznak át másik hubra? Nem. Szerintem az ahhoz a hubhoz tartozó drónok azok ott maradnak. És így lehet átrakosgatni a drónokat erőszakosan talán. Bár még ez olyan, mintha átkapcsolódtak volna erre a hubra. Ja nem, azok a drónok ezzel a hubbal érkeztek. Oké, értem. Minden világos. Nem kapcsolódnak át egy másik hubra egyébként. Úgyhogy azért szerintem egész ideálisak, ha vannak ilyen központi területen gyűjtő. 20 millióért kaja? Mit tesznek? Szarvasgombát kaviárral? Nem, csak a marson teszik. Az a helyzet, hogy az út közben elég sok pénzt kell elköltenünk dolgokra. Ez van. Jó, hát ezek még mindig léteznek, szóval alapvetően nem para. Oh, yes! Nem haltak meg! Ja nem, most született meg az első ember a marson. Azt hittem, annak körülünk ennyire, hogy most már hívhatok még embereket. Lehet, hogy mondjuk ez azt jelenti, hogy hívhatok még embereket. Tehát kell... kell még mindenféleképpen... De kell geológus helyett botanikus. Botanikus nagyon sokkás, srácok. Back. Back. Na nézzük. No specialization, no specialization, az jó. Geológus. No, ez egy kicsit sok ez a no specialization egyébként. Jó, ezeket kidobáljuk. Ezt meg ezt kidobáljuk. Geológus, scientist. Azok kellenek igazából, de nem kell ennyi geológus. Tehát mondjuk visszajönk 2 geológust, ami most van jelenleg. Ezt nem lehetne valahogy sorba rendezni? Jó, egyelőre még ennyi no specialization-t nem engedhetünk meg magunknak. Viszont botanikusból kéne egy, kettő, 2, 3. Be tudunk hívni, várjatok, még egy 12 fős rakétát. Elméletileg 24 be, de nem, mert született azóta még egy gyerek. Az baj. Akkor ezt megoldjuk először. Még egyetlen egy házra van szükségünk egyébként. Ez nem az a fajta ház, amiből egyetlen egyre van szükségünk. Ez az a fajta ház, amiből egyetlen egyre van szükségünk. Ú, ők nem fognak ott szeretni lakni, hát az a bár mögött van, azok egész nap kiabálnak. Oké, 9 ház áll üresen, 13-on vagyunk. Mi 12-t szeretnénk hozni, most már 13 ház áll üresen, és akkor még születhet is egy gyerek. Sőt, tudunk még építeni egy... Nagyszerű. Szóval ott tartottunk, hogy... Hogy megint tele van minden specializáció nélküli emberekkel, ami nyilvánvalóan nem baj, és geológusból is egy kicsit sok van. A scientistekből jó, ha van 2, engineerekből nem lenne rossz, ha lenne 2. Akkor ez ott tartunk jelenleg, hogy 1 engineer, 2 geológus, és jöhetnek a botanikusok. Aztán kitaláljuk majd, mert lehet, hogy ezt is leveszem 2-re. És akkor az összes többi lehet botanikus. És akkor, vagy botan... ezt így hívják? És nem halunk meg éhen, mert azt hallottam, hogy ez nem jó. Szkeptikus vagyok egyébként ezzel kapcsolatban, ez fake newsnak tűnik. Egy medik. Hoztunk már egy mediket, nem? Oké, botanikusokat, ha... Oké, a filtert átállítjuk. Kivesszük mindet, és csak így. Ez, fogadjunk, hogy nem azt fogja átállítani, amit szeretnék. Nem, ez nem azt állított át, amit szeretnék. De végül is igen, ugyanis van 4 botanikusunk. De van már egy izénk, van már egy medikünk, nem? Jó, hozunk ebből egy elkeveset, nem, abból kell a 4. Van már egy medikünk, nem? Oké, az engineer, abból most egyel kevesebbet hozunk, és hozunk egy mediket. Kezdek ráérezni egyébként, hogy működik a... Jó, és bevágott a végére egy mediket. Oké, ezek az arcok jöhetnek. És szerintem ők még akkor megérkeznek. 2 főnél azért van lakat, mert azokat én raktam be. Vagy én szerintem azért van egyébként lakat, mert azokat én raktam be. És amikor én rakom be, akkor a számítógép nem fogja tudni megakadályozni abban. Tehát a számítógép nem fogja tudni... Ez kellemetlen. Lehetett volna sokkal rosszabb is. Egy felesleges cső, meg egy kevésbé felesleges elektromos vezeték. De hála az égnek szétdobáltuk egyébként a... Szóval nem fogja tudni átrendezni egyébként a sorrendet. Tehát, hogy az ő helyük biztos, és nem fogja felülírni a számítógép. Ennyi. Csak nem volt annyira könnyű elmagyarázni, mert közepesen analfabéta vagyok. És nem abból élek, hogy beszéljek. És ez itt közben egy metal depozit, ami azt jelenti, hogy teszünk ide egy metal depozitot is. Így. Te pakolj le, és aztán összeszedetjük vele a metal depozitot. Nem baj, értettem azt hiszem. A lényeget egyébként a végén sikerült elmondanom jól. Tehát, hogy azért azt tegyük hozzá, hogy a végén sikerült elmondanom jól. Tökre örülnék, ha ezeket át tudnánk innen rakni egyébként. Tudom, hogy ez ilyen fura, de hogy ez nagyon-nagyon jó lenne, hogy chain skin. Wow, ez máshogy is kinézhet. Oh. Tök jó lenne ezt innen átrakni. Kiraknám ide. Vagy legalább egyet belőle, és akkor az áramtermelés az, az egy kicsit még szétszortabb lenne. De valószínűleg építünk ide is egy áramtermelő telepet egyébként. Csak az ilyen esetekre figyelve egyébként. Tehát mondjuk ide lerakunk ebből 4-et. És akkor az is termel valamennyi áramot. És most nyilván egy közös hálózaton van minden, de ha például... What resources? Oh, a water. Az baj. Azt hallottam, hogy az fontos. Egyet értenek a cucc... Ú, egyet értenek. Ó, ez tönkrement. Ó, hogy ez tönkrement! Hát igen, ez így el fog fogyni elég gyorsan. De inkább hívjunk még több embert! Research complete. Milestone achieved. What milestone? Ó, ez a csávó egyébként, aki egyébként valószínűleg Matt Damon, mert hogy ő neki aztán semmi köze nincs semmihez. De mégis, ó, és már is kirúgták. De hogy csak 4 botanikus dolgozik itt. Hoppá, egyel kevesebbet kellett volna. Hol dolgozik a maradék 1 botanikusunk? Jó, itt dolgozik egyébként mindenki. Tehát, hogy itt körülbelül mindenki dolgozik ebben a kórházban, azt kell, hogy mondjam. Van-e köztük egyáltalán medik? Van egy. 2. Mindegyik izében, sessionben van egy medik. Hol dolgozik még egy botanikusunk? Te miért itt dolgozol? Hogy tudnám megcsinálni ezt, hogy ne ott dolgozz? Köszönöm. Miért nem? Értem én, hogy mi a játék célja, de hogy szeretném, ha... Nem kéne azt a vízvezetéket? Nem. Az a vízvezeték az ott okés. Ugyanis itt körbefut a víz, tehát hogy az ott úgy minden okés. Nem tudom, mire gondoltál a kérdésben, de hogy elméletileg most jelenleg okésak vagyunk a vízvezetékkel. Jó, hát akkor nem tudunk ennél több botanikust foglalkoztatni, ami egy kicsit engem meglep, mert hogy akkor bezárom a slotot, tessék. De hogy nem tudom, hogy miért fontosabb ezt fullra tölteni, mint azt. Én tényleg nem tudom egyébként. De biztos velem van a baj. No active research. Detengo na katit. Ez jó, ez tetszik. Earth Mars Initiate Social. Increase research provided by sponsor. Oké, ez tök jó. De inkább kaját szeretnék. Meg ilyen épületet, meg ilyeneket. Jó, az a kérdés, hogy van-e munkanélkülünk? Nem, de 3 unemployed. Oké, tehát akkor még van 3 munkahelyünk van egyébként jelenleg, ami még tele van. Az azért jó, mert annyit még tudnánk hozni. Viszont az a baj, hogy ezt az 1,2 milliárdot, azt már meg kéne tartani a következő kupola kialakítására. És az a következő kupola kezdene el pénzt. Igen? Oké, akkor itt felvesszük, először is ezt kinyitjuk. És felvesszük a prioritást high-ra. Fantasztikus vagy, srác. Fantasztikus vagy. Szinte hihetetlen, srácok, de úgy néz ki, hogy 3 botanikus dolgozik itt. Ami egyébként már-már rémisztő mennyiségű kaját kéne, hogy termeljen nekünk. Oké, és most leveszem. Akkor így elmennek innen? Vagy így nem mennek el innen? Enforce Specialist. Ó, ez is jó egyébként, ez is egy megoldás. Oké, ez is egy jó megoldás, mert úgyis be lehet állítani azt, hogy kényszerítsük gyakorlatilag a... Jó, see you later, amigo. Rocket launch failed. Several colonists have gathered to watch the launch. They're quickly replaced by concern as the engine split. Jó, hát akkor javítsad már meg azt a rakétát. Valaki javítsa már azt a rakétát, na. Oké, elméletileg most így egész jók vagyunk. Nem lehet egyszerre egynél több, szerintem azt ki kell fejleszteni először. Most még nem lehet. Ezek még le vannak... Tévedtem. Ez nem tudom, ez hogy működik, ha ezt mind beállítom vajon? Ez ilyen sorba halad? Mert akkor ezt megcsináljuk egy időszakos kaja, és akkor mit tudom én. Jó, most már mehet? Jó, most is nézzétek, srácok, mert most el fog indulni a rakéta. Jó, elindult a rakéta. Ah, hogy azt másik shift csinálja, és akkor a shifteket... Nem. Szépen halad egymás után. Akkor egyelőre maradjunk abban, hogy 2 shiftben, vagy 2-ször izét csinálunk. Mitől nő ez, hogyha most nem dolgozik senki? Na mindegy, szóval 2 körben csinálunk gyors kaját, és 1 körben csinálunk meg olyat, ami nagyon-nagyon sokat gyárt. És akkor 2 körben gyors kaja, 1-ben olyan, ami nagyon-nagyon sokat gyárt. Jó, itt is egyébként meglehetősen sok szakértő dolgozik. Itt is meglehetősen sok szakértő dolgozik, nagyon jó. Itt is szakértők dolgoznak, itt a kutyát nem érdekli, hogy ki dolgozik. Mert mint úgy értettem, hogy de, hogy ne érdekelne. Jó, ez egy ilyen pasisház, itt csak csávók laknak, itt 3 csaj meg egy csávó, ő neki valószínűleg egész jó az élete. Itt egy halom csaj, meg egy halom csávó. Itt egy csaj, meg 2 csávó. Alapvetően elég koadukáltnak tűnnek nekem ezek a helyek így. Igazából az alszik, Viktor, idő. Milyen idő? Milyen idő? Hát még van 2 perc, hova sietsz? Ó, oh, végre csinálhat valamit József. József, ha lennél szíves. Oda tessen elfáradni, megszkennelni, aztán gyűjhet vissza majd. Köszönöm szépen. Ön egy igazi úr. Animézni. Ne az én streamemet rövidítsd azért, mert te animét akarsz nézni. Látjátok, srácok, ez a baj az animé függőkkel. Oké, ez így jó. Ez itt egy kicsit befejezetlennek tűnik az én ízlésemnek. Mi a helyzet ezzel? Machine parts. Oké, akkor először is rakunk egy ilyen általános depozitot ide. És innen lopjál már el egy adag machine partsot, légy szíves. Srác, a patronos móka miatt van bezsongva. Ó, igen, aznak az indulás egy csöpöt csúszik. Ma már nem fogom kirakni valószínűleg az IP-t, holnap fogom kirakni az IP-t, mert... el kellett mennie Csabának otthonról, úgyhogy... úgyhogy végül nem tudtuk összerakni jól a dolgot. Úgyhogy holnap fog indulni végül a dolog. Valószínűleg. Oké. Aztán ezeket pattintsd le ide. Miért van? Mi? Mi van nálad? Machine parts van nálad, nem? Hát akkor meg... Ja, nem lepakolásra van állítva. Nem, elfelejtettem kirakni ma is a playtes insta storyt. Csak ne suli időben. Hát suli időben fog valószínűleg launcholni. Mert szerintem még ma este egyébként launcholni fogom, ami azt jelenti, hogy még ma este megírom a posztot hozzá, meg ilyenek. Na, ez a kis szélerőműves dolog, ez is tök jó. Én alapvetően tök elégedett vagyok azzal, amit csinálunk, vagy ahogy haladunk, csak az képzelhető el, ami sajnos elképzelhető, mint probléma, hogy... Remek, így hogy találom meg? Hogy áll az akkumulátorod? Mindegy, hát akkor húzzál átod aztán. Hegezd ki azt is. Szóval azt tudom elképzelni parának, hogy esetleg elfogy a pénzünk, ami a projektra van. Szóval, hogy, ja, ez nem úgy jött ki ez a lépés egyébként, de hogy az is tény, hogy nekem is más dolgom volt igazából. Most letesumnak most volt a szülinapja, és itt volt ma nálunk, és aztán meg Csabának is máshogy alakult, szóval, ja, holnap reggel rakom ki. Még kirakhatnám most még éjszaka, csak semmi értelme nincs, és szerintem egy csomó embernél elveszik. Ne! Én nem szeretném, hogy becsapódjon meteor. Pretty please! Olyan jó lenne, ha nem. Léci. Ne találjál semmit, ami fontos. Ne halljon meg az összes a kolónián. Az lenne a legjobb. Az nagyon fantasztikus lenne. Ezt nem úgy raktam mellé, ahogy akartam. Ez ellen tudunk egyáltalán valamit csinálni egyébként? Van valamilyen defenzív dolog, amivel azt mondhatjuk a meteornak, hogy piu-piu-piu! És ő azt mondja, hogy piu-piu-piu! Ó, egész jól haladunk ezekkel a dolgokkal. Hát ez kell. Ez is kell. Erre szükségünk lenne. Ez nem kell, csak szükségünk lenne. Nem meteor fog becsapódni, meteor zápor lesz többel. Anomaly found. Oh. Resources are low. What resources? Oh, egyébként tényleg elég low. Nagyon jól választott ez a meteor becsapódás dolog. Nagyon-nagyon jól választott. Nagyon-nagyon jó. That's the spirit, boy! That's the spirit. Na, szóval ti mennyit gyártatok ebből a dologból? Mert nekem úgy tűnik, hogy nem eleget. Hogy itt csak 3-an dolgoznak. Hova ment el a negyedik? Az előbb még 4-en dolgoztak itt. Valahol biztos dolgozik. Meghaltak emberek? Hol vannak a riválisok? Mindjárt mutatom, van rá valami nézet. Pillanat. Itt vannak a milestone-ok. Wow, itt vannak a milestone-ok, és jelzi, hogy miket értem én el először, és mikben előzött meg Japán. De jó! Ez tök jó! Azt nem tudom, hogy mit jelent, ha a végére érünk a listának. Na, a bázisunk nem halt meg ebbe a dologba, a szélerőművek szélerőművelnek. Ő neki miért nem jelzi azt, hogy mennyi a... Hogy áll az áram szintje? Az összes többinek jelzi, nem? Ó, nem. Hol jelzi, hogy mennyi áram kell? Vagy már nem kell semmi? Ja igen, ott tartottunk, hogy itt. És akkor itt projekt alfa, ezek nem tudom mit csinálják egyébként ezekkel. Sand Expedition. Hogy egy külön rakétát használnánk ilyen lokálban. Ha, roppant érdekes. Ennél már csak az érdekesebb, hogy hol van az egyik engineerem. Oké, ez még mindig gyárt. Jó, ez a kettő legyen magas prioritáson. Ez a cucc, meg inaktív workshift. Hát azért, mert nem akarom, hogy több shiftben worköljenek. Inkább egy shiftben worköljenek gyorsan, vagy ez nem úgy, nem jó úgy. Jöhet ennyi embert a világon nem tudom hozni. Oké, az ott 1000-re termel, ez itt igazából termel. Én alapvetően a mondó vagyok, hogy most úgy egész okésak vagyunk. Pénzügyileg nem. Pénzügyileg nem vagyunk okésak. Az a helyzet, hogy pénzügyileg nem vagyunk okésak, de egyébként minden más tekintetben igen. Ezt valaki lenne szíves megjavítani? Mi kell az, hogy... Ó, nem ér el chip. Oké, akkor hozok chipet. Valahol van chip egyébként. Hozok Electronics-et, és akkor abból meg tudják javítani. Oké, abból remélem meg tudják javítani. Kicsit itt a resource management-tel még kell játszani, hogy mindent elérjünk. Oké, és akkor szerintem most az lesz a következő lépés, hogy ezzel beparkolok úgy, hogy elérje mind a kettőt, és akkor, ja, hogy most megjavították. Research complete. Ó, hogy ez még mindig esik. Nagyon jó. Jó, hogy állunk a research-ökkel, és miért research-elünk ilyen gyorsan? Kiadom az összes parancsot, tehát inkább haladjanak. Oh boy. Ez már kezd egy kicsit közel lenni. Mennyi van még hátra? 15 óra. Srácok, 15 óra van még hátra. Hangulatos ez a kis kupolás élet. És mennyi kajánk van? 30. És mit gyártunk éppen? Elméletileg most készült el a... És fogyott a kaja. Akkor lehet, hogy nem éri meg az a biznisz, hogy olyat gyártsunk egyébként. De csak meg akarom várni egyébként, hogy leálljon a meteorvihar. Ha leállt a meteorvihar, akkor megyünk szerintem. Mondta, hogy fél 11-ig tolja. Ezek szerint reggel fél 11. Jó, mindjárt leállítjuk, srácok, csak megvárjuk, hogy véget érjen a meteorvihar. Ó, ez tönkrement. Vagy hát kifogyott. Oké, hála az égnek most már van egy másik depozitunk. Tehát ugye sikerült így áthidalni. Látjátok, mert tök közel ütlögeli a földet, de már csak egy órája van, szóval. Na, te hol vagy? Így lefedjük jól. Oké, a vízünk az szerintem okés. Pont elégből termelünk egyébként üzemanyagot. Egy kicsit talán sok üzemanyagot termelünk egyébként, úgyhogy lehet, hogy ezt most így abba kéne hagynunk. Nem tudjuk eladni az üzemanyagot? Lehet, hogy tudunk kereskedni valakivel. Hol van a Space Y? Kontakt. Istenem, hogy ehhez rakéta kell. Jó, akkor ez a következő streamben ennek utána nézzünk jól, mert nagyon sok üzemanyagunk van. Mondjuk egyébként nem baj, mert leáll, de az üzemanyagból nagyon sokat tudunk gyártani, és hát ha el tudnánk adni üzemanyagot. Csak az kéne ide egy rakéta, de hogy nyilvánvalóan nem itt van a rakéta, és nyilvánvalóan nem terveztem jelenleg ide hívni a rakétát. Az lenne a jó egyébként, ha megépítenénk a következő kupolát, abban elkezdenénk ezt felszatapolni, és a következő érkező rakéta azzal lenne, ami üzemanyagot szállítana a másik csapatnak. Engem zavar, hogy egyébként ez rakétát használunk, nem pedig valami földi járművet. Ó, véget ért! Jó, véget ért. Két drónunk megint tönkrement. Mi történt vajon? Jó, üzemanyagunk az annyi van, mint égen a csillag. Metálunk, és akadgat. A Space Y CEO-ja ki lehet? Elon Musk? Én egyébként igen, erre gondolnék. Jó, tehát akkor itt van ez a tarara, ez lesz a stream vége. Ezt szeretném felülírni. És ezzel érkeztünk a mai stream végéhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Abban az is, hogy tetszett, ez nem a YouTube. Kövessétek a csatornát, ott a follow gomb, ha esetleg még nem tettétek. Ne maradjatok le a streamekről, illetve kövessetek mindenféleképpen Twitteren, ugyanis Twitteren kerül ki az összes stream, és gyakorlatilag minden videó, tehát Twitteren kikerül minden. Twitter az a hub, ahol hogyha bekövetitek, és beállítjátok a kis harangot, hogy kapjatok mindenről értesítést, akkor mindenről fogtok értesítést kapni. Tehát, hogy az ott az, amikor nem tudtok lemaradni semmiről. Még egyszer, ez egy szponzorált együttműködés a Paradox Interaktívval, ugyanis 15-én jelenik meg az új kiegészítő, amelynek köszönhetően lehet kereskedni és kereskedni ezekkel a cuccokkal, és ennek az alkalmából toljuk. Ugye az újítások az nyilvánvalóan a többi kolónia, akikkel kereskedhetsz, vagy akadályozhatod őket, azt is ki fogjuk próbálni egyébként mindenféleképpen. Most még sajnos nem jutottunk el idáig, de a következő streamben egy picit jobban ráfekszünk erre a dologra, ezt nem akarja valaki megjavítani? Szóval egy picit jobban ráfekszünk erre a dologra, illetve a következő epizódban építünk még egy kupolát, vagy valamikor. A következő stream időpontja az holnap lesz egyébként. Holnap még a Cubecast előtt. Szóval a Cubecast az ilyen... kinda szorta... ilyen 7 órától kezdődik, ami azt jelenti, hogy ez ha jó lenne 4-től, de képzelhető, hogy ilyen fél 5-től, de inkább 4-től. Tehát, hogy valószínűleg 4-től. Igen, 4-től. Holnap 4-től fogjuk folytatni, és az utolsó stream pedig csütörtökön. Fog megtörténni, vagy legalábbis az utolsó az együttműködés keretén belül. Abban az, hogy tetszik, akkor nyilvánvalóan játszhatunk tovább. És, mint ahogy az lenni szokott, keresünk valakit, akit raidelhetünk. Abban az esetben, ha van még valaki, akit lehet raidelni. De ebben viszonylag biztos vagyok, hogy valaki van még, akit lehet raidelni. Papi pont most lőtte le a streamet. Micsoda időzítés, micsoda időzítés. Van egy Beastünk, ő kodozik. Van egy Moncsink, ő PUBG-zik. És mondjuk válasszunk a kettejük közül. Jó, Beast vagy Moncsi? PUBG vagy kod? Melyiket szeretnétek látni? Papi pont most lőtte le egyébként. Ja, pap, pont... Na, srácok. Beast. Ez egy Beast szavazat, és ha nem érkezik több, akkor ő nyer. PUBG. Jó, akkor érkezett több. Akkor srácok, ma nem Beast fogjuk hosszonytől függetlenül, vagy raidelni. Ettől függetlenül BC streamel, szóval ha valaki szeretné azt nézni, akkor arra is szépen át lehet így fáradni ügyesen. És, mint azt említettem, holnap szintén egyébként egy terven kívüli, vagy programon kívüli streammel fogjuk folytatni ennek a kolóniának. Hol lehet átnevezni a kolóniánkat vajon? Ennek a kolóniának az építgetését, szépítgetését. Úgyhogy ja. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és holnap ismét találkozunk. Mindenkinek jó éjszakát, jó pihenést, és sziasztok! Au, másolva.